mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 10 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Itt vagyunk. Hát, ettől egy kicsit mindenki még jobban felébred ezen a szerdai. Egyébként nagyon szép nyárias napon, amikor is 30 fok lesz. Eső, felhő, semmi nem várható, jó idő viszont annál inkább. Úgyhogy gyerekek, megjött a nyár. Nagyon jó. Még a mi kevésbé megbízható appünkön is. Azt lehet látni, hogy sehol egy felhő, sehol egy eső jelzés, semmi, gyakorlatilag egész hétre végig napos időt mondanak. Bizonyám, de hát meg is érdemeljük, gyerekek, ez a helyzet. Aj, nem sokon múlt, hogy ne érjek ide. Én nem tudom, mi van ez a telihold, vagy én nem tudom, kivel mi van, de töcögnek, feltartanak, direkt lassít, prosztó emberek vannak az úton komolyan, hogy egyszer megjön. Ne siessél, úgy van vele, hogy, és ezt tényleg nem érted, hogy van nem, két sáv. Sose fogom megérteni. Van két sáv, egyik a tiéd haver, másik az enyém, tökre elférünk, én gyorsabban akarok menni, te lassabban, hát miért nem, lehet világbéke, nem, legalább ott az úton. És nem, nem, tényleg nem fogom megérteni. Azt, hogyha valaki mögött mész, akkor nyugodtan tudna menni, de látja, hogy te sietsz, és akkor direkt nekiállni, ostoba módon fékezgetni, tudod, kit érdekel, hogy mögötted hogy jön. Ez szabad a pálya, lehet előzni, megelőzöd, mész tovább. Nem, ne, ő fékezget, ő kicsit nem engedi, akkor utána lehagyod, akkor hirtelen tud gyorsan menni, és jön mögötted ilyen pitiáner, ilyen a hétköznapi életben teljesen kudarcot vallott emberek nagy játékai ez az autóúton kigyőz. Nem? Majd megmutatom. Ez majd itt végre megmutatom. Hát, mikor csinálsz te olyat, hogy téged leelőznek, és akkor hirtelen gyorsan utána mész, és akkor ott vagy a fenekébe. Addig baromi lassan mentél, nem? De megelőzöd? Na majd. Most már tudok menni gyorsan. Na majd akkor most bebizonyítom. Most már eddig nem tudtam menni 3 kilométerig feltartottalak, de most, hogy megelőztél, most megmutatom, hogy mégsem tudsz azért, hogy könnyen megelőzni. Úristen, tudod, és erre jössz reggel, és azt mondom neki, szegény. Hát milyen élete lehet, ha ez a legnagyobb dicsőség, nem? Nyomorult. Tegnap az Egér útról kellett befordulnom ott a reptérre vezető útra, arra kis útra, tudod, még nem érsz oda az M1-M7-ig, van egy balra kanyaroló sáv, és ott nagyon rövid ideig zöld a lámpa, állt egy valami furgon, utána még egy autó meg én, és a zöldet kaptunk, és a furgonos rádudált az előtte, vagy a furgonos mögött álló autó dudált a furgonosnak, hogy zöld a lámpa. Kiszállt a csávó, már láttam, hogy ebből óriási csúlya baj lesz, igen. Itt szerencsére nem volt komoly testi fenyítés, és kiszállt, és így elkezdte széttárni a karját. És nem megyek, nem indulok, és akkor mi van? Közben piros lett a lámpa, ő ezt elmagyarázta, hogy ő megint most nem indul. Nem hajlandó elindulni, majd visszaszállt, és a következőnél át tudtunk menni. És így nem értetted, ahelyett, hogy és nem hosszan dudált az előttem levő csávó, csak egy, tudod, egy ilyen jelzés. Aha, azzal nincs baj, hogy mennyi. Na, hát, ha nem láttad, nem vetted észre, igen. Persze. Na hát most neki volt vele baja. Volt vele baja, kiszállt, és elmondta, hogy majd ő megy, ha akar, jó, és ne tessék dudálni. Csak így álltam, és ezt nem hiszem el. Nagyon jók vagytok. Itt az lenne jó, hogyha kiszállna, és elmondaná, hogy mi a valódi ok. Tehát kiszáll az autóból, és aztán nem azt mondaná, hogy nem indulok el, mert nem, és azért nem, mert, hanem folytatná. Azért nem indulok el, mert tegnap például a telefontársaságnál több mint fél órát álltam sorba, ma másfél órát álltam sorba, de még mindig nem sikerült. A gyereke még sajnos nem sikerült, a gyereket még elsúvasztam egyetlen gyerektáboros, a feleségem meg tegnap azt mondta, hogy fáj a fejünk. Van még létre egy kis, vagy van még hátra egy kis hátralék a kölcsönünkből, úgyhogy a lakáson azért még van teher rendesen, és így végig van ezt, és akkor megértenéd. Na ezért nem indultam el. Ne haragudj. Ja, és mondd, ne haragudja. Igen. Ennyi. Na, volt. Mindegy, lehet, hogy ez a teli hold, ami most van éppen, vagy én nem tudom, mi hat az emberekre, de egy kicsit mindenki vigyázom, mert meg van mindenki. Meg a szerda. Hát a hét legrosszabb napja. Lehet az is így, hogy messze még a hétvége, te már az előző hétvégét nem érzed, nem tudom, de érezhető az utakon, hogy kicsit senki se normális. Valószínűleg a teli hold. Én ennek tudtam be, hogy mindenki már tombolna a strandon, már mindenkit húzza a Velencei-tól, húzza a Balaton, vagy húzza a Lupa, vagy nem tudom micsoda húzza, aha, vagy pedig csak a kertbe kirakott tecsós medence, de már mindenki azt csinálná legszívesebb. Na, hogy mennyire húz a Balaton, egy rövid történetet elmesélnék, ha ráértek. Tegnap kis áldom, feleségem és két, vagy hát a kedvesem és a két gyerekem elmentek a Balatonra, mert van egy ismerősünk,
köszönöm, mindjárt. Ja, nem, semmi sem. Mindjárt. Megállt, lementek a strandra, és szerettek volna venni kettő darab nagyobb és egy darab kisebb vízipisztolyt, de tudod, nem is a klasszik ilyen húzósat, hanem most már árulnak ilyen hosszút, ami szivacsból van, és meg kell nyomni. Aha, biztos láttatok ilyet. Igen. Megálltak az egyik árusnál, aki mondta, hogy a három darab vízi fegyver az 5200 forint lesz. Mondta a béka, hogy hát akkor köszönjük szépen, nem kérjük, mert ő konkrétan tudja, látta az egyik nagy bevásárlóba, hogy mennyibe kerül, és az azt hiszem ott a három volt 2000 forint, hogy ő nem ad érte 5200-t. Hogyne. Na, a csávó teljesen ki volt akadva, hogy mi az, hogy őt nem kérik, és mondta, hogy hát bocsánat, nem vittük el, nem használtuk, semmi gond. Arrébb mentek 200 méterrel, és ugyanaz a három fegyver 2006. Hát... dupla áron árulta ugyanazon a soron az ember a Balatonon a cuccot. De okos volt, azért a 2006 és a saját konkurenciája volt, én úgy csinálnám, kiraknám 5000-ért, 10 méterre arrébb 2006-ért, mind a 2000 enyém lenne, és 400-ért lenne. Az egyiket te viszed, a másikat a feleséged. És azt mondta, hogy áh, itt nem veszük meg nála, megveszük itt 2006 és röhögni, hogy jó, persze, vedd csak meg 2006-ért. Úgy is nagyon jó bizniszcsek, és mind a két stand az enyém lenne. Én tud így nyomnám. Sőt, a másik standot mószerolnám egy kicsit, és mondanám, elhiszi. Elhiszi, hogy megpróbálod. Vegye meg nálam. 2006. Még nem tudom, hogy hát, és megvenném 400. Én nem tudom, hogy az hogy él meg. Az a paré. Aztán este meg beszélgetnek az asztalnál, hogy annyira várt ez azért. Nem volt ez egy rossz. Nem, csináld meg a saját konkurenciát egy kicsit olcsóbban, és, a legjobb. És szidd a drágábbat, hogy kikéred magadnak. És ma messziről kitennéd, hogy itt csak 2006. Ott meg 5002. Igen. Egyetjük tőle csak egy nyíl. Ott meg. Igen, igen. Ott viszont, vagy ott meg, igen. Tessék itt a százas azért. Jó, no, benne mi baj lehet? Na, persze. Így van már, ennyiszor írták a héten most. Na, már most már kicsit, csak vigyük majd 10 órakor a persze. Nem, nagyon szépen hízik a malac, úgyhogy már elég súlyos. Most amióta rászoltál a garamira, nem hiszem egyébként, hogy ő volt, aki kivett belőle, de nagyon szépen hízik, nagyon szépen alakul ez a karjai. Nem tudom, kié lesz majd, de szerintem sorsoljuk majd a végén. Egy hallgatót jutassunk el egy csuda jó helyre, ebből a pénzből menni fog. Uh-huh. Annyi lesz benne decemberre. Aha. Mondjuk a János hegyre. Na jó. Bizony. Szép. Fizessünk belőle egy libegőzést. Na, hát biztos sokan hallottátok tegnap, mi történt, ugye, Rékasi Károllyal. Az ember esze megáll egyébként, tényleg, hogy itt volt, ugye 10 órakor ment el. Mi őt nagyon kedveljük, az egyik olyan híresség, akivel kifejezetten jó a viszonyunk, jóban vagyunk, kedveljük, szeretjük, és tudunk úgy vele nevetni, hogy ő is értse, hogy nem rajta nevetünk, vele nevetünk, és hát ez szórakoztató pali, és kedveljük emberileg is. És aztán pont ülök ott bent a színházon, forgatok, és 3-4-1-kor látom valamilyen kósza hírlapon, nem is tudom hol, hogy Rékasi Károly komoly motorbalesetet szenvedett. És milyen durva a dolog, mert hogy itt beszélgettünk a motorozásról, hogy motorozik, milyen motorja van, mivel közlekedik, nem fél-e, biztonságosabb-e a motor, az ilyen motort nem értjük, az olyat értjük, ő hogy megy, milyen motorja van, és hogy milyen szép dolog a motorozás. Erre 3-4-1-kor ez a dolog megtörténik, egészen hátborzongató módon egyébként, és látjuk az SMS-t, nagyon sokan kérdezitek tőlünk, hogy mi a helyzet, tudunk-e valamit, nem többet, amit a Bulvár újság ír, én tegnap beszéltem este magánjelleggel egyébként a Barátok köztnek a sajtósával, a Pirossal, de hallottam, hogy ti is. Nem tudott többet mondani, ha mondott volna, sem mondanám egyébként, de nem is tudott többet mondani a család kérésére, mint amit mi is a Bulvár újságban látunk. És hát nem sokkal többet tudok egyébként én se az állapotáról, hát igazából. Csomó hír fölröppent, ugye lélegeztetőgép, meg minden, akkor hát aztán kiderült, hogy az gyakorlatilag ott a baleset helyszínén intubálták, akkor sokan azt gondolták, hogy az azt tett, hogy tényleg ez egy rutin művel. Teljes káosz van, senki nem tud semmit, akarunk mi sem mondani. Maga az a szörnyű, hogy tényleg itt volt bent, hozta a kis bűvésztrükjét, elbeszélgettünk a motorozásról, és mondta, hogy most fölül a motorra, és megy, és nem ért oda. Én amikor először olvastam, Laci szólt, hogy mi történt, dobott egy e-mailt, és akkor felmentem a netre, és elkezdtem nézegetni, ugye a híreket. Én először megmondom őszintén, hogy amit rendkívül módon utálok a Bulvárban, abban bíztam. Abban a pillanatban, hogy megint csak egy ilyen túlpörgetett, megint csak egy ilyen, nem történt vele igazából semmi, megcsúszott, neki ment valaminek, és hogy hívják, itt tudom én. Megtört egy kicsit a motor, pontosan, és akkor valójában nem történt semmi, hogy megint valamiféle bulváros túlzásról van szó. Aztán, amikor megláttam a fotókat, sajnos láttam, hogy ennél sokkal komolyabbról van szó. Igen. Viszont tényleg, mert bízunk abban, hogy most az, hogy nincsen róla komolyabb hír, az akár következménye, igen, hogy nem történt.
nem történt nagyon nagy probléma. Igen, én azt az oldalt láttam, ahol egy srác leírja, mint 22. kerületi lakos, hogy ő nem látott még motort így szaltozni, se embert. És nem tudja, ki ült a motoron, de hogy ő reméli, hogy újra motorra tud ülni, mert ez döbbenetes volt. Állítólag az egyik bulvár újság azt írja 5 métert, a másik újság azt írja, hogy 10 métert repül. Hát én megnézem azt a kereszteződést és azt a betonfalat. Hát az nem egy szerencsés találkozás egyébként. És hát a srác írja, aki föltette a fotókat is, hogy igen, szaltózott, ugye úgy repült le a motorról, és neki vágódott szegény egy betonfalnak. És aztán tényleg ott megnéztük a fotókat, tényleg ott van maga a betonfal, tehát az nem a kamu része volt, és a srác ugye úgy tette föl erre a honlapra, 22. kerületi, nem tudom milyen újságnak a honlapjára, hogy ő nem is tudta, hogy kiről van szó. Ő csak leírta, mint szemtanú, hogy hányat szaltózott, és Jézusom, hát reméli, hogy az az ember, aki leesett, ő tud majd még motorra ülni, mert ő soha nem látta még motort így szaltozni. Szóval, hogy valószínűleg megpördült a levegőben, ugye előzhetett, és az autó az balra fordult, ő jobbról előzte az autót, és az autó balra fordult, és úgy keresztbe állt végül is a karcsi előtt, és ő ugye neki ment a motornak. De itt is azért még tehát folyamatban lehetett, van a rendőrségi vizsgálat, tehát ez egészen igen, nem is tudjuk, hogy mi történt. Minden esetre, hát sajnos a bulvárlapok nem túloznak, és igazat írnak. Úgyhogy nagyon drukkolunk neki, és a családjának is természetesen sok erőt kívánva, hát reméljük, hogy nincs maradandó. Nagyon szeretjük őt. Meg olyan emberek, akik nyilván ugyanúgy szeretik, mint mi, hogy megszólaltatjuk-e Pikali Gerdát, de szerintem most nyugalomra van szükség, elsősorban nem arra, hogy nyilatkozgasson. Persze, nem is hiszem, hogy megszólalna, mert hát ilyen helyzetben rácsörülni, hogy szia, szeretnénk adásba tenni, és mondd el, Léci, hogy hogy van. Hát egyrészt magánügy, kettő, rájuk tartozik, az ember ott van bent a kórházban, az ágy mellett beszél az orvosokkal, valószínűleg nem aludtak semmit éjszaka. Tehát van ilyenkor... nekik elég bajok, elég feszültek így is, nem, hogy még most nyilatkozgassanak. Hát igen, tapintatlanság is lenne rájuk csörögni, tehát eszünkbe se jut egyébként őt megcsörgetni. Viszont hát természetesen drukkolunk, ha van olyan információ, amit meg tudunk osztani, és ami nem magánjellegű, és nem úgy tudjuk, mint magánember, és nem úgy érdeklődünk, akkor természetesen mondani fogjuk. De hát annyira gyors az internet, és annyira gyorsan szivárognak ki a kórházból az információk, hogy szerintem aki nézi a netet, az szinte percről percre tudja majd követni, hogy mi a helyzet. Nyilván. Sokféle dolgot hall az ember, hát reméljük. A fele csak feltételezés. Majd a Honvéd Kórház majd nyilatkozik az ügyről kapcsolatban, nyilván a rendőrségi vizsgálat később fog majd lezárulni, és akkor a legkésőbb meg majd a családtól fogunk megtudni bármit is. De hát mindenképpen jobbulást kívánunk neki. Igen. Magunk, mind a ti nevetekben. Igen. Azt mondja, hogy kérdezi valaki, ezt Léci, magyarázzátok meg, miért van, hogy a család nem járul hozzá az állapot a közléséhez. Könyörgöm, miért? Hát ennek szerintem több oka van. Egyrészt leginkább az, hogy nyilván nem akarják, hogy tehát ez magánügy, nem? Ahogy te sem biztos, hogy elmondod, hogy mivel műtöttek, hol vagy kórházban. Nem tartozik az egész országra. Kettő, ha nyilatkoznak, akkor abból mást írnak, rosszul veszik át. Ha te mondasz valamit, öt másik dolgot írnak meg. Szóval, hogy ilyenkor az ember tényleg azt teheti, hogy majd kiadnak egy közleményt, de addig nem nyilatkoznak. Meg nyilván mindenki szépen arra kéri a sajtót is, hogy nem kell odajönni, nem kell kutatkodni, hagyják békén. Tehát ilyenkor... Hát meg maga a nyilatkozás is, igen, szóval most odállni, fölhívni a Blikket, a Borst, újságíró kérdésére válaszolni. Ilyenkor az ember az ágy mellett akar lenni, fogni akarja a kezét, és azt akarja, hogy békén hagyják, nem újságíró kérdésekre válaszolni. Tehát nem is biztos az, hogy mit mondok, hanem effektíve az, hogy nem akarok semmit, csak hagyjanak békén. Hát most képzelje el mindenki, hogy ott áll, egy szerette ágyánál, és közben folyamatosan hívogatják, kopogtatják a hátát, és nyilatkoz, mondj valamit. Hát ki tud olyankor, kisírt szemekkel, nem? Bármit is mondani, meg egyetem miért kellene. Hát arról meg nem beszélve, hogy ugye azért nekik enyén szólva sem felhőtlenül viszonyuk a sajtóval, tisztelet a kivételnek természetesen, úgyhogy szerintem kétszer is meggondolják, hogy bármit is nyilatkozzanak, mert nem tudják, hogy mi fog abból, és hogy fog megjelenni. Igen. De hát látjuk, tele van bele tényleg a reggeli műsorok, a lapok, mindenki. Úgyhogy nagyon drukkolunk, és reméljük, hogy felépül minél előbb, és nincsen semmi komoly. Na, valami vidámabban megyünk tovább, mi pénteken megyünk Győrbe, ugye, és tényleg nem túlzás azt állítani, hogy tele leszünk ajándékokkal. 2 millió forint összértékben viszünk majd ajándékokat, gyerekek. Ami azért nem kevés. Igen, ám csak az van, hogy ez nem 2 millió. Én tegnap gondolkodtam. És tehát 3 olyan fantasztikus plusz ajándék lesz ebben az automatában, érted? 3 olyan igazi csecsebecse, olyan igazi kincs, aminek eszmei értéke van. Felbecsülhetetlen. Ez a mi általunk felajánlott 3 ajándék, bizony, amiről az egyikről tudjuk már, hogy a stoppolt zokni. Mi ketten még nem szálltunk be a harcba. Még vajudunk. Tehát, hogy ez nem 2, érted? Ez 3. Ez legalább...
Legalább 3 millió, igen. Legalább 3 millió. Ugye a Győr plázában leszünk, ugye, majd mondjuk a pontos címet, mindenki tudja, reméljük, hogy hol van, és egy új kis csomagautomatát tesztelünk, ahol mindenki kódok alapján majd nyitogathat, mint tényleg egy kvízműsorban. Kap egy kódot, az alapján kinyithatja, talál benne egy ajándékot, azt elcserélheti, megtarthatja, újat nyithat, nem nyit újat, benne van, hogy rosszabbat nyit, és inkább elbukja azt, amit választott. Meg hát is vagy tarthatja. Jobbat nyit, és még nagyobb. Vagy jobbat nyit, igen. Igen. Többé-kevésbé egy rádiós széfről van szó. Igen, egy rádiós széf tulajdonképpen. Egy rádiós széfről van szó. Mi lesz újra a műsor, vagy mi? De jó lenne, szeretem. De semmi sem. Egyébként visszatérve az én személyes ajándékomra, azt megígérhetem, hogy alapjait tekintve egy 100%-os pamutzokniról van szó. Azt, hogy 100%-os lesz, azt már nem tudom teljes mértékben megígérni, mert hogy a cél, amivel stoppolok, az nem tudom, hogy milyen összetételű. Te ilyen felelőtlenül vásárolsz stoppoló cérnát? Hogy nem tudod, hogy fél, csak az valájról félő, hogy likra. És az pedig, érted, azt jelenti, hogy a stoppoló cérna, mert az én olvasatomba alapvetően, de azt is egy picit talál, hogy nem. Százszerzeki, pam. Likra. Arra kell tenni a likra? Igen. Ja, na, ott van a lik, és akkor úgy kell megstoppolni. Rá volt írva, hogy likra. Na, de hogy milyen nyereményeink lesznek, és miért érdemes hozzánk eljönni Győrbe? A fődi ugye egy 4 személyes családi utazás Törökországban. All inclusive, Törökország, tengerpart, csúszda, animációs programok, medencék, és all inclusive. Baklava. Baklava, kebab, svédasztal, és hihetetlenül. És minaret. Igen, hát az utóbbi kettő fakultatív, ha kimozdultak a szállodából, de nem nagyon halljátok. Kell. De ha hallani halljátok, így van. Aztán a telefontól kezdve a laptopon keresztül a családi bringa szettig, a televízióig tele vagyunk tényleg ajándékokkal. Ennyi konkrét ajándékunk már régen volt, amikor is így megyünk felfegyverkezve ennyi minden tárgyi nyereménnyel. Volt nagyobb értékű játékunk, amikor mondjuk autót lehetett nyerni, de az ugye egy nagy, azt egy valaki elvitte. Ebben szerintem az a marha jó, hogyha sokan jönnek, akkor is egy csomó embernek jut ajándék. Tehát ha arra gondolsz, hogy azért a kisebb ajándékunk is mondjuk egy mikro vagy egy fényképezőgép. Mikro, hát fényképezőgép, a kisebbek, kézi mixer, tényleg szinte minden fakba jut valami. Aztán persze lesznek turpiságok is a fakokban. Uh-huh. Ha valaki nem túl szerencsés, akkor akár nyithat valami kicsit rosszabbat is. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy sikerül. Kérdezi egy hallgatónk, hogy 8-kor érdemes odajönni. Hogy ne? Hát persze, 8-kor is érdemes odajönni. 10-ig nyitogatunk. És 10-ig vagyunk ott. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz azokkal az ajándékokkal, amik ugye nem találnak gazdára, mert lehet, hogy ott kisorsoljuk 10 után, vagy a fődíjat, ha esetleg valaki nem viszi el a törökországi utat, akkor hétfőn elmegy Jani. Elmegy Jani. Hát most így van, akkor megtartjuk mi. Bocsánat. Akkor így jártatok. Neked is jár valami. Hát. Akkor sorsoljuk majd. Sorsoljuk majd, kisorsoljuk hétfőn, arra gondoltunk. Hogyha megmarad az utazás, akkor talán azt beszéltük, hogy minden nyereményt ott a helyszínen kisorsolunk. Így van, a tárgyi nyereményeket. Tárgyi nyereményeket, tehát az 10 után egyébként ahhoz mindenki hozzájut. És ha ne adj Isten az utazást valaki nem viszi el, akkor hétfőn, rákövetkező hétfőn, jövő hétfőn, az egész ország lehetőséget kap arra, hogy elmenjen Törökországba. Mert akkor bedobjuk a közösbe, lesz egy SMS játék, aki SMS-t ír és nyer. Az mehet. Az mehet Törökországba, gyerekek. Tök jó. Úgyhogy nem tudunk ennél jobban tenni. Bocs, most csak ennyire futotta. És egy jó kitelepülés, aminek aztán meg pláne csütörtök este nagyon már jó. Megyünk Győrbe, valahol egy jót vacsorázunk, pénteken pedig üveg stúdió és kitelepülés. Mindig örülünk, ha innen kimozdulunk, mert gyűlölöm a rácsokat az ablakon. Jaj, úgyhogy ez van, ez jutott, gondolj arra, hogy rád vigyáznak. Hol? A rácsokkal. Mm-hmm. Igen. Hogy meg ne még nem jutott eszembe, de tetszik ez a hozzáállás. Igen. Csak pozitív. Tehát kintről nehogy bejussanak egyébként. Igen. Na, nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy Balázs felajánlhatnál egy hajtincset. Hát valami ilyen lesz egyébként, nagy dolgokra ne számítsatok, mindárom valami tényleg nagy hülyeséget fogunk berakni. Aztán, szeretem én is Karcsit nagyon, és jobbulást, valami gyors gyógyulást kívánok neki. Szorító, kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen, szívből kívánom a Rékasi Karcsinak, hogy mi hamarabb gyógyuljon, megpuszi nektek, Katinka. A kávémat kortyolom, a műsort hallgatom, igenemre várakozom, Jani vagyok, a Szóminátor Pécsről. Szóminátor? A Szóminátor. Így van. Aztán azt néz, azt hittem, gyerekek, hogy a bulvár megint kamuzik, írtátok ezt Rékasira, hát bár csak így lenne, de nem. A Telenor 3 napig meghosszabbította a nyilatkozást, beszélünk majd erről később, így van, ez témánk lesz, hogy miért érdemes dolgokról egy reggeli műsorban beszélni, mert rá egyébként azonnal reflektál egy-egy szolgáltató. És talán sokan azt gondolják, hogy mi privátilag hozunk be egy-egy ügyet.
és azért beszélünk, mert most tényleg azon bosszankodom, hogy én 600 forintra többet fogok majd fizetni. Lám azért sokszor bizonyíték, hogy talán érdemes rajtunk keresztül egy-egy ügyet behozni, mert aztán kitolták, hogy nem a reklamációs határidőt, de majd mondjuk pontosan, hogy hol, meg meddig, meg miért is. Az önmagában, hogy ti most 600 forintot többet fizettek a számláért, az nem lenne szempont, de az, hogy mi is 600 forintot többet fizettek, az már igen. Na, azt mondja, hogy beindult a Volt Fesztivál, Csavi írta nekünk Sopronból, hát igen, sajnos. Slash-el. Gyerekek, jó, nagyon, tényleg. Én gondolkodom, hogy pénteken Győrből valami jó, hát az már, ugye, Győrben vagyunk pénteken, onnan már könnyű átmenni. Egyébként nem rossz az ötlet. Egy halk péntek estét ott elcsapatnánk, reggel visszajövünk, azt a hétvége még mindig ott van. Egyébként van. Ugye, hogy van benne ráció. Van benne ráció, igen. Igen. Hogy állunk játékkal? Egy-egyre állsz te a hallgatókkal, mert te játszottál hétfőn és kedden is. Jó vagy. Jó vagy, ma eldöntheted, hogy jobb vagy-e, mint a hallgatók. Jobb vagyok-e önmagamnál? Igen, vagy önmagadnál. Jó, de mással is lehet ám. Jó, úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 3:47 múlt pontosan 5 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Sziasztok, jó reggel! Jó a kávé, igen, igen, jó, Anna csinálta, jó kis kávé, igen, Laci nincs, úgyhogy hozva egy kis kézi habverője, megcsinálta a kis habot bele. Igen, nagyon komoly. Honnan hozott a habverő? Van egy kis kézi habverő. Tényleg, de nagy vagy. Mi sose kaptunk reggel, se a Jani, se én. Mert el akartam kérdezni, mert benn volt a szekrénybe egyébként, kérdezni akartam, hogy miért van eldugva. Látok, akkor ezek szerint a habverő, mi? Igen, van akinek habverő, van akinek nem, egyébként te maradjál csöndben, mert presszót iszol. Én meg jobb kávét csinálok, mint te, úgyhogy akkor most... Ennyi, és kömes a kávézóban. Tehát kinek főzök kávét? Balázsnak ebben a pillanatban. Nézd meg, hogy köszönöm. Hogy csinálok egy kávét, és már irigyek. Kész. Hát látod? Na, annak kezdődöm boldogsághoz. Anna egy ilyen gondoskodó magyar anya. Ennyi, így van, pontosan. Vikinek is csináltam, na. Dupla nyaller. Nem dobunk össze egy normális kávéfőzőt? Nem rossz ez, nem rossz ez. Nem rossz ez. Nagyon finom. Nem, jó ez a kávéfőző. Igen. Aha. Versenyben vagyok az Ákossal. Ő már nem jött tegnap, mert hogy beteg lett szegény, jobbulás neki. Lehet, hogy nem mer velem vetélkedni. Ennyi. Kávéfőzésben? Igen. Uh-huh. Igen, most vetélkedünk. Visszavonulót fújt? Fú, hát ő nagyon komolyan tolja. Egy órával korábban kell fel, hogy kávét főzzön magának. Igen, ő picit megszállott. Igen. Kézzel darálja, déli szélben szárítja, teli holdkor aratja, és... Neki nem mindegy. Tehát, hogy nagyon durván, nagyon durván. Csak bükfa tűzön le. Csak az. Igen, előmelegített pohár, amit akarsz. Keményen nyomja, tényleg. Bocsánat, Biki annyit mondta, hogy ennek egy hibája van, kevés. Mennyit csinálja? Jó játék. Igen, de ő nem úgy értette a kevést, Anna, ne érts félre. Hanem, hogy minőségileg kevés, érted? Gyerekek, nekem bárki csinál egy kávét, az jobb, mint ha én főzném magamnak. Nagyon szar kávét csinálok magamnak, nem kiszúrásból, ha nektek csinálnám. Az is szörnyű lenne, úgyhogy engem mindenki megment egy kávéval. Na játszunk, nézzük meg, ki a játékosunk. 2-0. Ugye? 1-1. Ja? Uh-huh. Próbáltam csalni. Igen. Csak az két millió ember előtt azért egy picit átlátszom. A két eredmény, hogy köszönöm viszont, mert nincs egymással, de... Igen. Jó, hát megpróbáltam. Na, na jó, hát de most, nem, hát most nem ment, hát nem ment. Át, hát miért? Maradónának is volt kezes gólja, ő is megpróbálta, az átment. Hát ez most nem ment. Értem. Hát most... Ebben is benne volt egy picit Isten keze, abba is. Ez egy gyengébb kísérlet volt, de legalább megpróbáltuk. Na nézzük, kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok, itt a Szóminátor. Szevasztok, srácok. A pécsi raktáros. Hello. Így van, szevasztok. Na mi újság? Jó, kávé reggel, srácok. Finom, jó? Nagyon jó. Ezek szerint akkor nem a Balázs főzte. Nem szúrok ki senkivel. Én tisztában vagyok a képességeimmel, ami nem erőltetem. Nekem egyszer majdnem sikerült megkóstolnom a kávédot. Tényleg? Hol? Hát az X-faktorban ott ültem, ahol szoktál ötözni az előző órában, annak még régebben. Ja, aha. Igen? Értettek valamit. Hát, nem, ebben semmi nem értettem. Hogy valahol ültél, ahol mi ültünk a Nórival, és beleittál a kávémba? Hát majdnem. Tényleg? Nem, csak ott, amikor az X-faktorban voltam, akkor
ott kellett interjú a várom az öltözet előtt. Indultál az X-ben? Hát bizony. Mit énekeltél? Hát ez Szóminátor volt. Hát én majdnem, de hát Valász, nem az a műfaja, én voltam az Elvis imitátor, akit... Ó, már látom az arcán, emlékszik rá. Tudjátok, mit mondok erről? Én mindig azt mondom, hogy ha lenne igazság a Földön, akkor Elvis élne, és az imitátorok lennének halottak. Tehát, hogy én erről ezt gondolom, de hogy... De nincs igazság a Földön, úgyhogy Elvis halott, és az imitátorok pedig vidáman megélnek ebből. Hát én sajnos remélek, hogy nem azért csinálom, de ez másodtörténet. Igen. Na, kivel szeretné játszani? Jani, Jaj, hát megtisztelő, köszönöm szépen. Na, esetek akkor egymásnak. Figyeljetek, ha mindenki felkészült, 3-2-1, és tessék. Szóval te egy ilyen rockabilly fazon vagy? Mondhatni. Na, mesélj róla. Hát figyelj, ez úgy indult, hogy 10 évvel ezelőtt nagy válba járó voltam, igazából ott a... És imádtad Elvist? Most is. Mindig. Azt szeretném tőle János megkérdezni, hogy mikor... Hát kérdezzek már én, jó? Na, kérdezzél, na, egyefene. És a Vegas-i időszakát szereted jobban, vagy pedig a korait? Amikor még rokkosabb volt? A Vegas-it, inkább a Vegas-it, mert hát igazából ott teljesített ki tulajdonképpen a munkássága. Igazából a fiatalkori számaiból a romantikus számokat azokat jobban szeretem, mert az közelebb áll hozzá, amivel az őben lehet csajozni. Te szoktál egyébként ezekre a számokat elővenni és csajozni rá? Szoktam csajozni, azt kevésbé, de a számait azt szeretem. Húsújban is hozod meg, szenvedélybetegségekben is? Azt a fazonját, amit akkor produkál? Elkerülöm, próbálom elkerülni, mert igazából a szenvedélybetegség az igazából nem áll közel hozzá. De kár érte ott a vége, nem áll közel hozzám a szenvedélybetegség. Nem áll közel hozzá. Bizony, és most járt le az idő. Hát, ez az. Jaj. Ez az. Igen. Pedig brutál jól játszottál. Jó voltál. Tehát ilyen lendülettel így, hogy valaki ennyire nem fél attól, hogy kimondja a tiltott szavakat, és így beszél a saját szenvedélyéről, én nem is tudom, hogy mikor játszottunk ilyet utoljára. Aki ennyire tét nélkül tolja, tiltott szavak nélkül. És aztán az 50. másodpercben ott volt egy nem. Így van, és még olyan témát is nyomott a Jani, ugye, amit te szeretsz, és az általában beszokott jönni, hogyha valakinek van egy kedvence, elkezded róla beszéltetni, akkor nem figyel. És te meg mondtad ezt, hogy Elvis, régi korszak, új korszak. És toltad, és nem volt benne hiba. Jani, hát sajnál, hogy megérdemelted volna. Kár érte. Köszönöm a lehetőséget. Köszi, ciao. Szia. Nagyon szépen köszönöm. Pedig tényleg nagyon jól játszott Jani. Igen. Most valószínűleg bálatába attól egy banános szendvicset, ami egyébként Elvis egyik kedvence. Elvis nagy kedvence volt, a banános szendvics. Igen. Őrült volt. Kisütve zsírban. Vagy hajban. Igen. 4 perc van pontosan 7 óra, 2-1 így tehát, úgyhogy holnap lehet újra próbálkozni, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello Jani, hello Feri. Hello. Köszönjük szépen. Ja, drága. Sziasztok. Ja, csak mert valaki Ákosnak a hírolvasónak is jobbulást kívánt, aki most otthon betegeskedik, sajnos elveszítette a hangját tegnap. Bizonyám, igen, jobbulást kívánunk Ákosnak is. Itt vagyunk, és kezdjük a szerda reggelt. Nézzük a közlekedési híreket. Mit írnak a hallgatóink, mindenki vigyázom mindenkire. Teli hold van, gyerekek, az emberek megbolondultak, ezt mi már reggel kibeszéltük, tapasztaltuk. Mi van, Jani szeme vérben forog, megnőttek a fogai, szőrösödik, és éjszaka torokra megy. Támad a vérfarkas. Vigyázzon mindenki. Azt mondja, hogy 6-számú főút Szekszárd M9-es felhajtójánál, a körforgónál mérnek. Budai alsórakpart, Pesti alsórakpart korlátozás van, lassabb a haladás. Ugye ott most erész lesz a hétvégén. Jönnek most a pilóták. Építik és nagy felhajtás lesz, úgyhogy hétvégén is érdemes a rakpartot elkerülni. 86-os úton Csornánál kamion-traktor baleset, alakul a torlódás, Kenyeres küldte nekünk, köszi szépen, valamint a Hungária körút, Rákóczi híd felé az M3-as lehajtó után egy autó a belső sávban rommá törve, egy pedig a szélsőben torlódás folyamatban. Sisza elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Még mindig sokan kérdezik egyébként Rékasi Karcsit, ugye van, aki bekapcsolódik a műsorban, nem hallgat minket, beszéltünk róla reggel, nem tudunk már mit mondani, jobbulást kívánunk neki, de gondolunk rá természetesen, és mondjuk is, hogy szurkolunk, és ha van új hírünk, akkor mondjuk, ami megosztható természetesen. Reméljük, hogy azért nincs hír, mert nincs nagyon-nagyon komoly baj, úgyhogy drukkolunk neki.
A játékkal kapcsolatban Jani nem volt passzív, kérdezi, kedves hallgatónk, nem. Hát ennyi. Szerintünk ennyi. Sem. Ennyi. Meg egy tömören, röviden, így korrekten megválaszoltad ezt a dolgot. Fejtegethetted volna még, de a válasz egész egyszerűen az, hogy nem. Volt még egy SMS, tegnap azt mondtátok, hogy írjon is olyan SMS-t írjon az, aki ismer magyar hírességet, akit nem ismertek, pedig nagyon jó előadó. Ajánlanám DJ Miki Armani Gucci című számát. Tehát mi ezt ismerjük egyébként. Armani Gucci, igen. Hát, te ismered, de nem annyira vicces. Nem annyira vicces. Káromkodás nincs benne, megnéztem, ez egy régi dolog. Igen, nem, kevésbé szórakoztató. Szerintem, de ismertük, igen. Azt mondja, hogy képzétek, mától nincs munkám. Irodán dolgoztam, hoztam egy döntést a főnök megkérdezése nélkül, múlt hónapban még ő kérte, hogy úgy csináljam, gondoltam, most úgy is teszek, ordítozást kaptam, és hát jövő héten megyek a kilépő papírjaimért. Ez mondjuk bunkóság a főnök részéről, már az Puszi ordítozás. Otta. Ők lehet, hogy tényleg hibázott, de mondjuk egy hibáért valakit kirúgni, az áll. Szerinted? Tehát hogy van még egy esély egy ilyen munkahelyen? Hát ez nyilván hiba függő, hát most ha leönt kávéval, akkor van, ha csődbe viszi a céget, vagy összetöri a kamiont, vagy kettős könyvvel, vagy áfát csal, akkor tehát hogy ezt így azért nem lehet általános, de ezt tudjuk, hogy attól függ, hogy milyen hiba. Tehát, hogy nyilván valaki lop egy munkahelyről, akkor nem, ha valaki nem tudom, elnézett valamit, később ér be, és valamit rosszul csákol van. Tehát ez hiba függő. Tehát ez így nem tudjuk jelenteni, hogy egy hibáért meg lehet-e bocsátani. Mi a hiba? Mi történt, mit csinált? Azért hát ráadásul azt írja, hogy múltkor főnök mondta, hogy így csináljam. Ugye az volt az SMS-ben, hogy ez egy hónappal ezelőtt már volt, akkor azt mondta, hogy csináljam így. Most rutinból így csináltam, erre lecsesznek. Na minden, nem tudjuk, igen, az alapot. Igen. Na, egy oldal megnézte azt, hogy mit lehet akkor csinálni, ha az ember folyamatosan összefut valaki olyannal, akivel borzasztóan nem szeretne. Ugye mindenki ismeri ezt az élethelyzetet, valahogy nem akarsz vele találkozni, de mégis beleakadsz a közérbe, összetalálkozol vele a munkahelyetek folyosóján, sétálsz a parkban, és ott van. Parkban. Sétál még valaki parkban. Persze, nagyon parkban. Sok ember de szereti a parkban. Sétálsz a parkban. Régi vágású, romantikára vágyó ember van a világban. Sétálsz a parkban, így van. És kint vagy a dűlőn, és például oda jön hozzád, nem? Hogy a fenébe? A park után elmentél, sétáltál, kerültél még egyet a dűlőn, és ott is ott van. Vagy Feri elbiciklizik a köves irányába. Nem? Helyezte. Kint vagy a gáton, és ott van. És ráadásul nálunk van halmi dűlő egyébként, csak mondom, így, hogy teljesen reális, hogy kint legyek a dűlőn. Nálunk pedig park. Igen. Összeszedte az oldal, hogy mit lehet csinálni akkor, ha valaki olyannal találkozol, akivel egész egyszerűen nem akarsz összefutni. Hát ebből vannak használhatóak, és vannak kevésbé használhatóak, minden esetre van egy-két vicces, mert hogy szerintem mindenki életében van olyan, aki elől menekülsz. Nem? Persze. Nem tudod, hogy eszedbe jut-e most az a valaki, de ha meglátnád, tudnád, hogy na vele nem akarok beszélni. Ja, mert energiavámpír, mert rám zúdítja a problémáit, mert mit tudom én, idegesít, vagy a személyisége olyan, hogy csak visz. Tudod, van az a típusú személyiség, hogy valami nem akarsz vele megállni beszélni. Én szoktam elbújni. Szorongani kezdesz, igen. Rosszul érzed magad, izzadni kezdesz, és érzed, hogy nem tud jól lenni a beszélgetés. Mit lehet ilyenkor csinálni? Te elbújsz? Én elbújos típus vagyok, ahogy észlelem a közeletét az úriembernek, akkor, vagy hölgynek, mert azért sajnos hölgyek között is előfordul ilyen kategória, akkor szépen egy picit így visszalépek egyet, bebújok valami fa mögé, a dűlőn például, a park mellett. Vagy a park mellett, de hogyha mit tudom, egy folyosón vagy ilyesmi, akkor picit tovább molyolgatok. De csak mivel? Várjál, mész a folyosón, mivel molyolgatsz? Te, mint a telefonodon csinálnál valamit? Igen, hát például ott van ugye az a halló, tessék? És megcsörren. Szia. Aha. Nem. De most mindegy, mondjad. És akkor innentől kezdve meg. Rosszul lesz? Igen? Akkor arrébb megyek. Na, jó, akkor kimegyek. Jó? Oké. Ez itt van a házon belül? Is. Tehát itt házon belül intézel kamu telefont. Van ilyen. Mindenkinek van ilyen ember szerintem, akár házon belül, másik munkahelyen, utcán, lakókörnyezetben, de mindenkinek van ilyen, ez nem szégyen, nem? Szegedi út, tisztelettel köszöntöm azt a kedves hölgyet, aki hát egy ilyen 60 pluszos, és egyébként nagyon aranyos, de valahogy úgy csináljuk, hogy amikor én elmegyek a boltba, akkor ő ott arra jön.
És én már azon gondolkodtam, hogy ő figyel, mert én bármikor megyek a boltba, mondjuk hetente háromszor elmegyek, ő mindig ott van a bolt előtt, vagy hát egy ilyen egy sarokkal előtte, és tök aranyos, tök helyes, mert hogy vagyunk, mi van velünk, látta a gyereket, mentünk az óvodába, jaj, de szépek is. Csak így szívja le az inputot. Már hogy nincs miről beszélni. De fárasztó azért menekülsz tőle? Igen, vagy nem jó vele beszélgetni? Nem jó vele beszélgetni, mert azok nagyon közel állok, és elkezdem mondani, mintha ő az én életem része lenne. Holott hát szegény nem az, nincs vele semmi baj, csak nem az életem része. Meg van az a kategória, akitől szívesen meghallgatod a panaszait, meg azt, hogy mi a problémája, csak amikor tudod, hogy bármikor találkozol vele, eláraszt a hát indokolatlan, most mindegy, ez nem is annyira érdekes problémáival, akkor én sajnos ismerem ezt a típust, egy már nagyon régen volt természetesen, de amikor kiléptünk például a lakásunknak az ajtaján, és láttam, hogy kint bogarászik, akkor rögtön visszaléptem. Na és akkor ilyenkor volt az, hogy hát inkább volt, hogy elkéstem. Csak azért megvártam, amíg bemegy, hogy ne kelljen vele beszélnem három mondatot, mert tudtam, hogy az a három mondat az olyan lesz, mint hogyha így egy vákummal szívnák ki belőlem az energiát. Ja, tényleg azt tudod érezni, hogy kicsit belehalsz abba a beszélgetésbe, igen. És a néni mindig rádakaszkodik? Mindig, és heti három kiszúr, legalább. Mondjuk te nehezen tudsz elbújni. Hát nekem nincs, hogy beugrom egy fa mögé. Nem is négy kézláb a sorok között, és elkezdesz valami instant kakaóport a legalján keresni a boltban, mert megtalálom. Meg lesz, meg neked tényleg egy kicsit nehezebb rejtőzködni. És azért a bunkó nem akarok lenni, hogy meg se állok, hanem mondom, hogy csókolom, most sietek. Nyilván az elején még megálltál, és hosszasan hallgattad. Most már nem annyira hosszasan hallgatom, mondom, hogy nagyon sietek, mert tudja a gyerekek, megyek az ogiba. De Ferike, dél van. Négyig még van ideje. Ma korábban kell mennem értük. Ma rövid nap van, már igen. És akkor menekülsz, és kiderül, hogy a pénztárnál hatalmas sor áll, és mögéd áll be. És mondja tovább. Igen, nézzük, mit ír a honlap, mert van egy-két jó trükk, van egy-két, ami nyilván teljesen totális, fatális tévedés. Az elsőre jó az a zsebkendő trükköd. A zsebkendő trükk arról szól, hogyha meglátjuk a nem kívánt embert, zsepit tegyünk az arcunk elé. És? Nyilván, teljesen ilyen. Sírást vagy orfújást imitáljunk, míg elhalad mellettünk, és látó távolságon kívülre kerülünk. Irális, mondjuk meg őszintén. Hát a nem? Sírás azért nem jó, mert megkérdezem. Mi van a baj, Ferikém? Mi a probléma? Jó, de az orfújás az jó lehet. Igen. Az orfújás az egyébként nem egy rossz trükk, csak azért, mert orrajt fújsz, attól én még megismerlek. Fölraksz egy zsebkendőt az orrodra. Jó, hát ha így fújsz orrot, akkor átmegy tényleg a másik oldalra. De igen, ez a kijelző hülye, még fel is hívom meg a figyelmet. Igen, nézd meg, ez állat, aki így fújsz orrot. Telefonos trükk, ezt akkor te részben csinálod. Igen, ezt elsőt, ez sokan nagyon csinál. Működik, nagyon működik. Azt mondja, hogy amint meglátjuk az illetőt, kapjuk elő mobilunkat, kezdjünk el hőbörögni és hangosan kiaválva, egész nap vártam a hívásodat. Persze, nyilván így beszél az ember, egész nap vártam a hívásodat. Felkiáltásról vegyük fel, és nagyokat gesztikulálva forduljunk el, álbeszélgetést imitálva, minél messzebbre gyorsan. Ez egy bevált trükk, ezt sokan csinálják. Klasszik, ugye? Igen. Igen. Azt mondja, hogy az ikertrükk az teljes cső, tehát nyilván totális baromság. Nyilván amennyiben kikerülhetetlenné vált a találkozó, játsszuk el saját ikertestvérünket. Uh-huh. Ez reális. Ó, én nem a Feri vagyok, én az ikertestvére vagyok, a Józsi. Mit tetszik üzenni a Ferinek? Milyen Ferinek? Hát a zöcsén. Jaj, aranyom, ne szórakozzom már! Ne, hogy nem én vagyok. Másfél perc van köztünk, tetszik tudni. Engem. Azt mondja, hogy táskatrükk, ez is egész használhatónak tűnik. Hirtelen mozdulattal kezdjünk el kutakodni a táskánkban, mintha keresnénk valamit, és közben hangosan mérgelődve haladjunk az ellenkező irányba. Ez jó tud lenni, ezt csajok bevetik szerintem. Ez a belenézek a táskámba, keresek valamit, úgy csinálok, mintha nem találnék valamit, és közben elsodródik mellőlem. Aha, ez van nem táskád? Tessék? Van táskád? Nincs. Nem, Jani? Hát azt mondom, ez inkább csajoknak. Aha, Jani az egyedüli, aki ezt meg tudja csinálni, mert ő jár hátizsákkal, vagy ezzel az átvetőssel. Igen. Én mondjuk, ha megyek a boltba a nylon zacskóba, elkezdek turkálni. Hát, ha van valami. Az úgy nehéz, igen. Van még egy nagyon egyszerű nagy klasszika, kikötődött a cipőfűzőm, gyorsan be kell kötnem. Ne, az nagyon amatőr. De, nyomod? De, hogy, há, persze. De amikor megláttad. Hát a legjobb. Persze, észreveszed, és abban a pillanatban lehajolsz, és elkezded fűzni. És én mindig az elejéről kezdem el, meghúzogatom, jó, feszesre beigazgatom, oké, és ha szerencsém van, akkor mire a masnit kötöm rá, addigra már eltűnt. Ha nem, akkor megkopogtatja, nem, akkor megkopogtatja átadat. Segítetek? Szia, itt vagyok. Neked elég sok trükköd van, te elég sok embertől menekülsz akkor, ha egy fejből tudsz mondani igen. Kettőt, hármat. Tehát igen. Azért bujócskázol, kamu telefonálsz, kamu cipőt fűzöl, tehát neked azért viszonylagos a társas interakciók, akkor én azért szeretek beszélgetni itt. Ugye értik? Tíz után nem. Ha látjátok metro aluljáróba cipőt fűzni, kamu telefonálni, orrot fúj, hagyjátok, ne menjetek oda. Nincs valós veszély, nem kötődött ki a cipőfűzője, csak éppen menekül. Kikötődött, náthás. Igen.
Ezeket a tippeket, a fonaljáró adta. Kicsit olyan egyébként, hogy domináns tonalitás. Gyerekek, domináns tonalitás. De mint élethelyzet azért ismerős a dolog, mert szerintem viszont ilyen ember tényleg mindenkinek van. Te mit csinálsz? Én a cégesről hívom a saját telefonomat, a privátot. Júj, ne, már onnan. Ne, de egyik kezedből rácsörögsz a másik telódra. Egy rutin kérdése, táskába benyúlsz, be van a gyors gombok közé téve, és fölhívom saját magam. Te vagy a kettes? Hát hadd ne áruljak el titkokat, de be van írva. Ezt komolyan mondom, mert volt rá szükség az életem, hogy leállsz vele beszélgetni, de zsebből fölhívod saját magad? Igen. Igen? Benyúlok a táskámba, megnyom a gyors gombot, csak egy pillanat kérdése. Bocs, ne haragudj, hívj. De szép. Nagyon fontos. És már lépett. És nyilván más néven van elmentve, mondjuk főnök néven van elmentve a céges mobil. Igen, ha látszik, látod? Hogy igen. Hív a főnök. Igen, ha meg kell mutatni. Mert a táska trükk egyébként nem vált be. Tehát ott te keresed, ő megáll melletted. Őt nem zavarja, hogy te keresel. Nem, akkor ha nagyon lelkes, akkor beszélgetni akar. Tovább fejlesztettem, fölhívom saját magamat. Ez menő. Nagyon menő, hidd el. Ma már van simán mindenkinek két telefonja. Gyors gomb kérdése. És mi van, ha te a Janival találkozol, és egyikötök se akar találkozni egyikötökkel se? Akkor te cipőt fűzölte meg, felhívod saját magad? Egyszerűen, én kamuhívást indít, ő kamuhívást indít, én pedig eljátszom, hogy éppen hívnak. Egy pillanat, Anna, ne rúgj. Jó, holnap. Szia, szia. Tehát, igen, tehát ebben az az izgi, hogyha ti összefuttok, akkor aha. Halló! Ó, kikötődött a cipőfűzőm, és így jöttek be a munkahelyre. Ez akkor a kettes metrókocsiban, a hármas metrókocsiban kamu telefonál. Aztán összefutunk. Akkor kellemetlen, hogyha eljátszunk három kamu tevékenységet, és ugyanabban a sorrendben telefon. Ó, lehajlok ki cipőfűzőm. Ja. Hát ez az orfújás, ez ne haragudj, ez mire jó. Miért csinálja az ember? Mert most én gondolkozom, hogy nekem van-e ilyen. Van, elárulom neked, hogy mi a tiéd. Olvasol, hát olvasol. Újság ketté hajt, lefekszik. Gyerekek, az teljesen nem menekülés, őszinte felvállalása annak, hogy nem érzem. Nekem meg is mondtad, hát több ízben megmondtad nekem. De, nincs kamu orfújás, kamu cipőfűzés. Ez az újságot olvasok, nem látod? Nem látod, hogy most újságot olvasok. Persze, hagyjál már. Nem, ti jöttök oda sokszor fárasztani. Hát én felvállalom az újságtani. Akar vele kommunikálni az ember, egy picit beszélgetni, egy picit bemelegíteni, egy picit, hogy hívják, akkor ápolni a kapcsolatokat, és akkor jön Balázs, de nem Balázs ő ilyenkor, hanem Kevin Spacey a belső bolygó. Jön és bezárkózik, tehát hogy te befele menekülsz. Te nem azt mondod, hogy fel is vállalom. Nem is, tök kellemetlen, most mindenkit iszkoljál, meg mindig gyorsítod a lépéseket. Nem, te van a pillanatban, így lehet látni az arckifejezésen, tudod, van egy ilyen pszichés roló, tudok. Becsukodik. Igen. És bármit mondhatnál neki. Abszolút. Nem kötöm be a cipőfűzőmet. Úgy állok és nézek rád, hogy szinte úgy tudok lezárni, hogy nem is hallom nagyon. De annyira ismerlek már. Teljesen őszintén zárok, és így mondom, hogy édesen mondja neki. Bármit. De föl is pofozhat, szinte azt se veszem észre. És csak így állok, hát most is ott beszélgettünk, meg ültem ment. Láttam, elismertem. Oda lesz, hogy bármit mondhatsz neki. Az éppi alatt lézbe, tojásba, zsemehozsába forgatlak, aztán megcsinálok. Semmire. Ez így van. Stereotíp válaszok vannak rá, és látod, hogy totál a hosszú hírek előtt bementem, és te főszél nekem egy kávét. 10 percet nyomtál egy monológot, én üvegesz szemmel, így üvegettem a kávémat. Egy mondatára emlékszel? Amit a kávéfőzésről beszéltünk, de a habverőjével jött, hogy hozott valami a házi habverőt. Így van. Néztem rá, de úgy belül közben gondolkoztam, bármi, mit fogok, eszegettem, és úgy tök jól el voltam. Teljesen értelmetlen, zagyva, kamu, dumát, egy ismeretlen, kihalt nyelven kezdesz el neki mondani, és néha belekeversz egy kicsit. Álljunk, hogy mindenki van a posta. Kanálasok, hogy kicsit, mert azt mondja, hogy tészta. Májnos morgényok, hogy van a liszt. Érted? De akkor időnként el is jut a tudatáig, hogy voltak benne értelmes szavak, tehát olyan nagy gond. De most mi a jobb? A kamuj, aha. Ó, vagy az, amikor teljesen egyértelműen ülök, és nem játszom el, hogy valójában beszélgetek. De nem jó. Te elmondod, én figyelek, aztán igen. Már 7 óra után tudok beszélni, válaszolok, de csak van egy el, pont. Hogy ne haragudj, nem érdekel. Akkor lennél őszinte. Ez nem. Nálad egy kamu. Mert nincs kamu figyelés. Nem, nincs. Nem. A kamu, nagyobb kamu, akkor, ha elkezdik, aha, a habverőd, aha, nem. Ülök, nézek,
Mert igazán néha eljátszhatnál, úgy örülnek. Mivel én az elmúlt 20 évben elég sokszor voltam ennek az áldozata, én nekem mindig az okoz problémát ilyenkor, hogy de miért erőltetitek? De nem értem, hogy még mindig erőltetitek. Próbálkozik az gyerekek. Lehet egyéni szociális problémákat hozni. Nekem a hogy zárom le, mert tudod, már az elejese meg a közepes érdekel, de hogy zárom le úgy, hogy ne, nem, akkor már magam miatt próbálom meg jól lezárni a történetet. Azt kicsit szórakoztat belülről, amikor én ott belül azért kicsit ezen úgy el vagyok, hogy igen, de mi legyen az utolsó, igen, mi legyen az utolsó szöveg, a pont a végén, és akkor így arra gondolok, hogy ezt most találtam ki, szerintem az lenne jó, hogyha zenei lezárás lenne. És kimegyek. Még egy kicsit így összeüthetnéd a bokádat táncolva. Nem az, hogy hagytál, vagy én hagytalakolt? Tetszett, csak felálltam, és hagytalak. Ott hagytál, és én így üveges tekintet elültem tovább az asztalnál. Én valahogy nem rejtőzködöm. Majd igen. Nem tudom. De ha olyannal találkozom, se bújok el. Tökéletesen egyértelműen megmondom, hogy most megyek tovább. Vagy meg se állok. Szóval, hogy nem érzem a de kényszert. De tényleg ilyen vagy, mert igen. Tényleg ilyen vagy, mert múltkorjában történt az, hogy itt az egyik kolléga a házban, nem tudom ki, nem ismerem, nem köszönt vissza. És akkor itt puffogtam. Olyan rosszul esett, hogy köszönök, hogy jó reggelt, rám nézett, és nem köszönt vissza. Tudom, mi elég hasonlóak vagyunk ilyen szempontból. Ezt gyűlölöm. És mondtam, és mondtad, hogy miért nem mondtad meg neki? Igen. És föl sem merül bennem az, hogy azt mondjam neki, hogy hát köszöntem. De miért nem? Ez az, de te megmondod, nem tudom, van bennem egy gát, nem akarok rápirítani, és nem tudom, de olyan rosszul mondani. Éreztem tőle magam. De utána fél óráig tökre ki voltál, hogy nem köszöntem. Igen, mert rám nézett ráadásul. És megint jöttél engem zsibbasztani. Igen. Hogy neked nem köszöntek. Miért nem neki mondod, 10 percig hallgattam, és azt mondom, figyelj, legközelebb mondd meg neki. És így betemetkeztem az újságban, tudod, hogy nem akarom én ezt 10 percig hallgatni, hogy neked a kávéautomata nem. Hát mondd meg neki. És van egy elgondolkozott, tényleg, és arra igen. Mert 10 perc után történt. Nem mondta meg. De te meg kell mondani. Nem. Mondd a nevet, majd én megmondom neki. Jó, mondd. Janna azt üzeni, hogy... De mi egyébként Janival ezért szeretünk együtt utazni. Ugye, Jani, a metróba, ugye szeretsz velem utazni. Azt el tudod képzelni, ők ketten ülnek a metróba, ott mit kap a többi? Szerintem. Na nézd meg azt a szemetet. Soha nem beszélünk ilyenekről. De megbeszéljük például ezeket, hogy mikor nem köszönt. Mert nekem se köszönt. Igaz, hogy idegesít? Igaz. Ilyenekről szoktunk beszélni. De ti egymásnak mondjátok meg, és igen, én ebben nem igen. Veszek részt. A szociális nyomorotokban egyszerűen nem vagyok hajlandó reggel 7 óráig beszállni. Utána gyerekek 10-ig hozzám jöhettek, én megölellek benneteket, megoldom a problémátokat. 6-tól 7-ig nem vagyok. Az a saját kis intim szférám a kávémmal, az íróasztalon. És jöttök ide, hogy nem köszönt, amit. Hát, old meg! Felnőtt ember vagy, menj oda, mondd meg neki, hogy köszönj, te paraszt. Én megmondom, hogy miért nem köszönsz vissza. Hát most ti megjöttök, és negyed óráig beszéltek arra, igen. Hogy én képzeld, Balázs, nem köszönhet. Hát csodálkoztok, hogy öngyilkos akarok lenni, és beletemetkezem a kávémba. Hát meg a mosatlanokról. Jó, és akkor 10 percet beszélsz nekem a mosatlanokról. Tehát azért mielőtt hallgatok, megírják, hogy én mekkora rohadék antizott vagyok. 12 percig mondjuk hallgatni. Mondjuk mondod. Tehát, hogy ebben a témában nagyon empatikus tud lenni, Balázs. Igen. 12 percen keresztül hallgatni azt, hogy ki mosogatott-e, miért nem mosogatott-e, hogy most jön a bögrét, azt sem mosogatja, az a kanalát itt hagyta, és mondd mindent nekem, érted? Hát mit tudok erre mondani? Ennyi. Hát semmit, persze tudom, ezért beszélgetek a Janival sokat. De, így van. Igen. Mert rajtad látom azt, hogy jó, hogy még vannak életfunkciód, mert Balázsnál tényleg már előfordult az, hogy így elgondolkod, hogy megbököm így újjal az arcát, hogy... Él még? Hát, ki jó van, hogy minden rendben. Vagy pedig oda tartok egy tükröt az orra elé, tudod, hogy párásodik. Igen. Negyed órát meditáltam ma az íróasztalomnál, mindketten megtaláltatok. Te jöttél az első 7,5 percben, te zártad 7,5 percig. Mondom, miért nem lehetek egy kicsit láthatatlan? Ehhez képest Annával utazni. Bemegyek a buzira és magamra zárom. Te maga az együttműködés. Álljunk ide, odaálltunk, kapaszkodjunk itt, kapaszkodunk ott. Igen. Érted, beszéljünk erről? Arról beszélünk. Bizony, mi igen. Nagyon sokan. Ideális utastárs. Nagyon. Igen. Szeretünk együtt. Na, mindegy. Abszolút, a meneteket abszolút egymásnak teremtett az úr. Na, nézzük meg, hallgatói, mit csinálnak. Jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mi van akkor, ha olyan személlyel találkoztok, akivel nem akartok, átmentek-e a másik oldalra, hogy kerülitek el, ki az a személy, ugye az is fontos, hogy ki elől menekül az ember, családtag, anyós, lépcsőházból valaki, kollega, zsibasztó, kollégina, főnök, ki elől menekül az ember, és milyen praktikákkal válhat észrevétlené. Írjatok nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, 7 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgetünk, hogy mit csinál az ember akkor, ha egy olyan emberrel fut össze, akivel nem akar. Mindenkinek megvan rá saját módszere, ki tovább rohan, ki kamutelefonál, ki cipőt köt,
ki cipőt köt, és kamu telefonál, vagy valaki átmegy a másik oldalra, vagy üveges arccal bámul, ahogy én. Mindenki a saját eszköztárából merít, hogy lerázza azt az embert, akivel valamiért nem jó találkozni, nem jó beszélgetni, és sokszor még az okát sem tudjuk igazából megmondani, hogy miért nem jó azzal az emberrel beszélgetni, csak valamit nem érzel rajta, amit kellene, és úgy érzed, hogy zsibbaszt, fáraszt, viszi az energiát, nem ad, és tudod, hogyha egyszer összeakadtok, nem tudtok soha elszabadulni egymástól. Mármint, hogy te nem tudsz tőle. Ő nem is akar, nyilván mondja a problémáit, dolgait, ő jól érzi magát, hogy végre csacsoghat, viszont te menekülnél. Tőle. Ugye? Hát mindenkinek megismersz. Igen, persze, miért? Akkor hogy hívna? Hát Sebessy Balázs. Nem siratófal. Igen. Hallod? Nézek én ki? Tudod? Meg a nem a gyógytató. Ne nekem mondd. Le, bocs. De nem, egyébként Balázs nem ilyen. Tehát ő nem. Ő gyakorlatilag semmi reakció nem jön ki belőle. De most ezt nem mondjátok, hát nem vagyok azért egy ilyen szociopata, aki áll és egész nap üveges tekintettel néz, 6-tól 7-ig. Én azért nem érzem annyira személyesnek a témát, de szórakoztat, hogy ennyi embernek ennyi trükkje van, mert nem csinálok abból problémát, ha valakitől el kell köszönni. Tehát, hogy a Viki nálunk a nagy menekülő. Tehát, hogy képes bekommandozni az egyik boltból a másik boltba, látja az embert a könyvesboltba, bekommandozik ide, bujkál a sorok között, és mondom, miért csinálod? Miért kell? Akkor már elmesélő, hogy az bement utána, akkor ott megint összefutottak. Jó, de én nem akar vele beszélni. Nem akar vele beszélgetni. Miért nem érted? Nem, de értem, csak azt nem értem, hogy azt mondani valakinek, hogy ne arra úgy rohanok, ebben szerintem az ég egy ott a világon semmi. Ez a szia, jól vagytok, jó, bocsánat, mennem kell, rohanok. Uh-huh. És kész. Aztán még fél örömmel is, hogy ott vagy a könyvesboltban, tudod. Persze, hát az kellemetlen, ha valóban nem rohansz, igen. A múltkor is mesélte, hogy ide kommandozik, oda kommandozik, négy szintet megy le, föl, bujkálnak egymás elől, az üldözi, ő megy elő, elbújik a zappelyhek mögött, kinéz a sorok mögül, átóvakodik a könyvesboltból, a DM-be, a DM-ből, a pékséghez, érdés, bujkálnak. És mire ezt végigmondta neked, addig le is basztott téged? És én csak így ültem, megint üveges arcra váltottam. De tényleg, hogy valahogy én azt mondom, hogy figyelj, rohanok. Ez a típusú, mással való, tessék? Ja, de egyébként nem rohansz, én értem. De hogy ebből én úgy valahogy nem csinálok problémát. De nagy bujok, nagy üzék vagytok, elbújok ezzel, nincs probléma. Semmi gond. Én ettől valahogy nem szorongok, hogy nem. Te csak eszembe jutott, hogy miért érintik meg időnként két ujjal a nyakadat, mert pulzus néz. Halálosan nyugodtan tudok tovább menni. Hát, miért kéne valamit eljátszani, ami egyszerűen nincs úgy? Hát, mert megbántod a másikat azzal. Szerintem nem így van. Szerintem nem. De hát az Annában nézd meg, mekkora tüske van. Na, azt látom, nagyon nagy tüske van. Miért bántanád, mert te megsértődsz azon, ha valaki ezt, hogy Feri, tök rohanok, ne arra, úgyis ott hagy, nem sem megsértőd, hülye vagy. Hát de te miért nem sértőd? Rohansz, most itt ebben az esetben marhára rájössz a negyed órás hírmagazin alatt. Érted? Ja, de most Anna más meg... az élethelyzet, nem arról beszélünk, hanem arról, amikor valahol találkozol, mint egy pékségben, és azt mondja, hogy figyelj, ne arra, hogy két gyerek, melyik az óviba. Stílusfüggő. Stílusfüggő. Aki ezen megsértődik, hát az magára vessen. Sose felejtem el, az egyik legjobb barátom, tényleg egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből a sztorint, de egyik legjobb barátom ilyen keresetlenül őszinte típus, és akkor született meg a nővéremnek a kislánya, és az én keresztlányom, és akkor mutattam neki a képet, és mondta neki, Attila, ne, nézem, ilyen cuki, ugye? Na jó, hagyjál, ez már nem érdekel. És annyira megmaradt bennem, hogy pedig hát valójában de lehetett volna ezt egy picit egy ostyába is csomagolni. Igen, hogy nagyon tudod, aranyos, csak tudod, igen, hogy nem jaj, vagyok nyitott a gyerekekre. Helyes, de egyébként meg nem. Hát, na most ott udvariasságban nem kellett volna annyit mondani. Az, hogy a gyerekes fotót mutatok, és azt mondta, már nem érdekel, jó, az hát imán tahó. De az emberi kommunikáció 80%-a hazugságra. Ja, mondjuk ez ilyen 20 évvel ezelőtt volt, tehát hogy azért egy picit más volt a habitus, most meg ő a világ legjobb apukája. Tehát, hogy hazugságra épülnek a kommunikációk. Ebben kolléga beszélgetsz, eljátszott, hogy ez egy kényszer helyzet, össze vagytok zárva. Hát sokszor fölteszed veled, mi van, rohadtul nem érdekel, hogy mi van, hogy van a gyereket, rohadtul nem érdekel a gyerek. Hogy vagytok, jól vagytok, rohadtul nem érdekel, hogy jól vannak. Igen. Nem? És beegyezel oda-vissza, udvariasságba, tiri-toli, dobáljuk a labdát, igazából egyikünk se igazán érdeklődik a másik iránt, hiszen nem barát, nem család, és ezek a felszínes hihiha beszélgetések. Erőt eszembe, mennyit nőtt a lányom? Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak. Abszolút nem érdekel. Viszont az SMS-ek és a hallgatók sokkal jobban. Úgyhogy nézzük az SMS-eket. Domináns tonalitás, ki kell térni. Ez az igazság. Ebben van a nem ebben kell, hát pont, hogy nem térsz ki. De valaki kitér, valaki nem. Tonalitásnál. A domináns tonalitásnál nem szabad arra menni. A volt haverommal, ha összefutunk, néha és semmi kedvem beszélni vele, köhögési rohamot imitálok. Higgyétek el, működik. Szerintem az nagyon, de az a legrosszabb.
Nagyon rossz. Nagyon rossz, nagyon rossz. Volt férjem barátja, került utamba, infokra várt, mit továbbadhat, közöltem vele, összetévesztett valakivel. Én nem az vagyok, talán hasonlítok valakire, akire gondolt, ott hagytam. Azt mondja, sziasztok, nekem több vásárlom, törzsvásárlóm is van, aki minden nap megjelenik, nem vesz semmit, csak elmondja, milyen napja van, milyen volt az ő idejében, és milyen drágán árulok, és hogy máshol sokkal kevesebb. Alig várom, hogy elmenjen, ilyenkor vécére kell mennem, szomjas vagyok, éhes van, amikor a bolt előtt megvár, és plusz egy óra szenvedés jelent. Ilyenkor mindenkit kiszolgálok, csak azért, hogy vegye már észre magát. Ezt Ádám küldte nekünk. Mi itthon menekülünk egy nő elől. A házban csak úgy hívják, Büdös Ica. És nem tudjátok elképzelni, mennyire illik rá ez a név. Ezzel önmagában nem lenne baj, mert hál' Istennek gyorsabban vagyunk nála, de a folyton beszélgetni akar, ami lélegzetvétel nélkül elég nehéz. Írja nekünk egy hallgató. Táskában kotorászos, kamu telefonálós típus vagyok, de apósom viszi a prímet, felviszem a gyerkőcöt a lakásba, azt hinnéd, ott nincs menekvés, de van. Belebújik a konyhabútorba, vagy a mosdóba, csak ne kelljen velem kommunikálni, se köszönni. Azt szerintem nagyon jó, amikor az apósod elbújik a konyhabútorba. Nem vagyok energiavámpír, csak egyszerűen nem vagyunk jóban. Sziasztok, anyós elől menekültem, egyszer szembe jött velem a sétáló utcában, és hogy még meglásson, ne kelljen tricselni a felesleges dolgokról, bementem az első üzletbe. Női fehér nemű butik volt. Este azzal fogadtak, mit csináltam én ott, nem vettem nekik semmit. Biztosan szeretőm van, ebből aztán jó kis veszekedés lett. Tanár vagyok, a könyvtár félreeső sarkában szoktam három kolléga elől bujkálni, amik kezdődnek az óráim, nagyon fárasztóak, lerázhatatlanok. Az emlék egy tanárember bujkájára a könyvtárban, az is szórakoztató. Aztán, sziasztok, ha jön valaki szemben az utcán, akivel nem akarok beszélni, gyorsan leszólítok egy vadidegent, aki jön szembe, mintha az ismerősöm lenne, aktívan kacsingatok, és akkor általában csak köszönnek. Persze az idegen nem tudja, hogy mi a helyzet. Na, ez bátorság. Tehát jön valaki, akit te ismersz, és egy vadidegen állsz lebeszélgetni, és közben kacsingasz rá, hogy érted, csinálj már úgy, mint a beszél. Szerintem ez jó fejség. Ez jó. Bátor, de jó. Egyszer hasra vágtam magam, amikor megláttam egy nem kívánatos szemét. Ott már azért volt pánik. És fekszel a földön. Igen. Mindenki csak nézett, hová tűntem. Igen. Mi mindig zárjuk a kaput, az autóval pedig úgy állok meg, hogy a metál fényezésben látom az ablakból, ki áll kint. A másik pedig a kamu telefonálás. Ezt Zsófi küldte nekünk. Azt mondja, én általában elvegyülök a tömegben, vagy inkább irányt váltok, és megfordulok. Vásárlásnál elbújok a sorok között, tiszta Viki. Aki meg olyan, arról csak simán nem veszek tudomást. Télen próbáltam elsütni a bekötöm a cipőfűző dolgot, csak elfelejtettem, hogy csizma van rajtam. Durva ezt így kimondani. Higgyetek el, pedig elég szociális vagyok. Nina, vagy Nitta küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szeretek a Janival utazni, bár elég idegesítő, hogy egész úton telefonál, vagy a cipőjét köti közben. Ha, látjátok, Feri valójában előletek zárkózik el a budira. Ha ugye? Nekem az a menekülés. És kiad magából minden keserűséget. Vonatozom nap, mint nap, imádok olvasni, és bujkálni szoktam az ismerősök elől, hogy tudjak nyugodtan olvasni. A kitartók sajnos megtalálnak. De ott nem látja, hogy ő olvas. Hogy békén kéne hagyni. Megyük könyvet, olvas. De az egyiket az értelmezhetetlen. Ugye? Én rengetegszer belefutottam. Nyilván fölnézel, igen. Köszönsz, hello, szia, igen. És visszanézel a könyvbe. És elkezdi mondani. Ne mondd vazek. Ne, mert olvasok. Nem? Mész le. Aha. Mész fel. Olvasol? Igen. Aha. Olvasol? Jó. Igen. Nem. Hát de. Nem, de még reménykedek. Nem? Tehát, hogy... Most csak a 400. oldal. Hallod, de... Még jó lehet. Igen, ha már. Akkor már kipipálom. Ha már elkezdted. Volt egy csaj, aki annó állandóan a problémával traktált, bízva abban, hogy én leszek a társa, akivel közösen megoldja azokat. Ezt meguntam is egyik alkalommal, amikor jött, hogy elmondja az aktuális problémát, közöltem vele, hogy nagyon sietek, majd a kezére ráírtam egy telefonszámot. Nagyon örült neki, azóta nem találkoztunk, nem is keres, a lelki segély telefonszáma volt. Az ők jó fej vagy, ha fejből megy. Igen. Na, hát mindenki bujkál akkor tulajdonképpen, és mindenkinek van olyan ember, aki elől azért. Aki azért menekül. De megértjük ezt egyébként. Azt szoktam mondani, hogy bocs, de a balesetem óta nem emlékszem senkire. Jó? Mondjuk ez is jó. Két embertípus létezik, az őszinte és akinek vannak barátai. Igen. Na jó van, játszunk egyet. Jó, itt van egy hallgatónk, Óven bácsival és Berunénvel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó
jó a füled? Kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, halló, sziasztok! Hello, Tamara vagyok. Hello, Tamara, honnan hívtál minket? Jelenleg Pesterzsébeten, egy óra, két óra múlva Gazdai Réten. Na, mit csinálsz arra? Dolgozom bölcsiben. Mint? Mint bölcsis gondozónéni. Voltam a kitelepülésen is az Árkádon. Ott voltál, tényleg? De jó. De jó, nyertél valamit, vagy kaptál valamit? Nem, azért hívtalak. Hát ha most, igen. Akkor te az óvónénik mellett vagy dadús, vagy bölcsis óvónéni vagy? Bölcsis óvónéni vagyok. De nem viszed tovább a csoportot, tehát te mindig nem. Bölcsisekkel vagy. Én mindig bölcsis leszek. Igen, ez ugye óvoda válogatja. Van, aki bölcsitől viszik egészen nagy csoportig, van, aki folyamatosan bölcsiben. Igen, maradnak. Én folyamatosan bölcsiben. Aha, cukik? Nagyon? Nagyon cukik. Helyes kék. Mondjuk van velük meló, nem? A bölcs ez talán a legkényelmetlenebb korszak, amikor nektek kell tisztába tenni, nem megy magától vécére, nem most kezeltet. Igen, de viszont a legaranyosabb. Tehát itt tanulnak meg beszélni, néha járni, tehát a legjobb dolgokat mi látjuk. Az is igaz egyébként, nagyon helyesek. Van valaki, aki segít? Barátomék, egy egész végségnyi na. Személyzet, úgyhogy remélem. Ja, hogy SMS-ben küldik neked, nem, vagy ott vannak nem, melletted? Itt állok a pékség előtt. Ott vagy a pékség előtt, aha. Igen. Jól van. Hát figyelj, igazából nézem, hogy Zsül mit talált. Nem emlékszem ennek a zenéjére, de ha megismerjük, lehet, hogy film. Beugrik sorozat. Majd. Ez egy sorozat. Figyelünk. Ez egy sorozat. Mutatjuk, mit csinálnak, figyelj. Tópart. Valahol lazítanak. Hallgatják a természet hangjait. Igen. Na, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Egy rövid részlet jön, figyelj. Rendben. Jaj! Mi? Ezt tudod? Így van, már tudom. Izaura! Az bizony! Jó, így van. Rabszolgasors. Izaura. Ungázó. Hát tudod a szövegét. Nincs a hajani, szerintem gyűjtelmesé. Hogyne. Úristen. Ugye, Tamara, ez most már úristen, ugye? A Tusszilő Szántuszban volt valami, mindig a szemtenger felüldöses lányokban van valami. Benne nem volt semmi. Aha. Olyan ronda volt, mint szerintem is. Uh-huh. Szexi tud lenni, hogy egy kicsit kancsa vagy banja. Tehát ez egy picit az, hogy erotikus. Picitnél egy több volt. Nekem a saját tapasztalatom volt több a picitnél, igen. Nekem a saját tapasztalatom az, hogy ők mindig egy picit kompenzálnak, sokkal többet vállalnak, mint amit. Na, igen, és volt ilyen, igen, ezt, és nem mesélted. Szerintem nem rossz. Nem rossz. Tamara, köszönjük a játékot, ügyes voltál. Hát én is köszönöm. Te tudtad, örülök. Vagy valamelyik barát bemondta? Vagy hát a pékségből. A pékségből. Itt kiabálták nekem, a Norbi. Norbi, na. Küldjük nektek az ajándékcsomagot, jó? Köszönjük. Köszi, napot, puszi nektek, ciao, hello. Szóval bevállalósabb? Ungázó, ungarugé. A nézés. Ungarugé. Ungázó, ungarugé. Ide is. Bárhová. Azt csinálsz, amit csak. Úgy se lesz még egyszer ilyen. Ungarugé. Ja, Istenem, értem én, hogy miről beszélsz, de mégis elzárkózom, és egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire nem tudok ezt hozzászólni. Igen, és hogy visszaélni tényleg. Mindegy, hát. Na, hogy állunk idővel? Bele tudunk még kezdeni? Bele, akkor viszont beszélünk egy mondatot még a győri kitelepülésünkről, hogy most pénteken, gyerekek, megyünk Győrbe az Üvegstúdióval, a Morning Show stábjával, és várunk mindenkit szeretettel, mert hogy Győrben leszünk, még hozzá a Győr plázában. A Győr plázában, vagy a pláza előtt, vagy bent a plázában. Én remélem jó idő lesz, és a pláza előtt kint leszünk. Legyünk kint. 30 fokat mondanak már péntekre, és 30-32-t reggel, az már egy 20-as, tök jó. Nagyon jó lenne kint lenni. Legyünk egy kicsit. Jó lenne. Na várjál, de az két automata nem voltam természetes fényen. Tessék? Az automata meg bent van. Vagy akkor, ha játszunk, bemegyünk? Benn van az automata? Hát szerintem az egy postán van, vélhetőleg, mert hogy postai. Akkor találjátok meg minket. Jó, valahol ott leszünk. Jó, mi legyünk kint, és találjátok meg bent. Az Üvegstúdió bent, mi kint, és bujkálunk. A promóban pontosan benne van. Igen, hát hogy hol vagyunk pontosan. A lényeg, hogy mit viszünk magunkkal, 2 millió forint összértékben viszünk ajándékokat, török utazást, tévét, mikrót, bringa szettet egy egész családnak, laptopot, telefont, rengeteg minden. Prémium termékek ezek, abszolút.
és egy-egy kód alapján ezeket bárki megnyerheti. Ha ügyesen választ kódot, és jó fakkocskát nyit, akkor megnyerheti a nyereményeket. Lehet majd csereberélni, lehet rosszabbat húzni, lehet, hogyha húzol egy rosszat, lehetőséged lesz arra, hogy jobbra cseréld, vagy még rosszabbra. Mi is rakunk be valami személyeset, amit meg lehet nyerni. És a fődíj egy 4 személyes, 1 hetes törökországi all-inclusive ellátással megspékelt kis utazás. Repülővel, transferrel, biztosítással, minden benne van. Először görögöt akartunk adni, de hát... Hát ott nem lehet most tudni, hogy mi lesz, igen. Nincsen gond egyébként, azt mondják, tehát hogy normálisan zajlik az élet, mondjuk azokon a részeken, ahol elsősorban mondjuk így a turisták vannak, hogy vinni kell magad a eurót. Uh-huh. Csak nehogy belekeveredjél valamilyen vice versa tüntetésbe. Igen. Vagy a kormány menjen ellenes, a kormány, vagy mellettes. Menjen, igen, menjen, maradjunk az EU-ban, ne maradjunk az EU-ban, drachma legyen, ne legyen. Szóval nyugodt török tengerpart, ez a lényeg. Ja, személy, mindenféle szuper ellátás. Ja. Nagyon jó. Úgyhogy pénteken Győrben vagyunk, gyertek, jó? Hogy mindenkivel tudjunk találkozni. 5 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerült feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pesgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra, 8 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk egy másodperccel korábban, mint kellett volna, és gyerekek, 20 éves a TNT együttes. Hát, Isten éltesse őket sokáig. Dübörög a szekér, tényleg. Mindenki hazaérkezett, inti kint volt, honnan származik ő? Kosztarikára, kint lakott egy kicsit, mégsem ment a biznisz, ezek szerint hazaért, imádom őket. Nagy bulik lesznek. Egész nagy, megy a retro, nagyon megy a retro. Nagyon. Minden régi, nagy diszkókorszakot idéző zenekar újra összeállt, és nyomulnak ezerrel a Shy Guys-tól kezdve az UFO-ig, a TNT-n keresztül gyerekek, mindenki. Már tényleg csak a Baby Sistersnek és a Bestiáknak, valamint a Hip Hop Boysnak kell újra összeállni. Nyilván soha nem fognak, de brutális retro korszakban vagyunk. És igen. Hip Hop Boys van? Két ember. Hát ketten vannak, igen, a Szücsi nincs benne. Hát ő most minden, nem lehet. A Hip Hop Boys van? Igen, aki nagyon bejött az élet, ugye? Az Attractionnel, így van. Hát ők megnyerték a Britain's Got Talentet, ugye, és utána most már így jönnek, mennek. És rengeteg helyen fellépnek. Na, de hát nagy retro. Nagyon. Hát az Ákos egyébként a Dobrádi tényleg nagyon jól. Jó srác az Ákos. Nagyon jól oda tette magát ebbe a kicsit összeborulós, sírós, romantikázós vonalban. Nagyon jó kis számokat írt. Mondták nekem többen, akik kedvelik az ilyen típusú számokat, de tényleg ő egyébként ügyes. Kicsi gesztenye. Hát Inti pedig a legismertebb kongás az országban. A leghíresebb. Igen. Nagy kongás. Az Inti nagy kongás. Nagy játékos és nagy kongás. Így van. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Mi a helyzet az utakon? Hú. Mi az? Ja, jó, nem sikerült megbántanunk őket is. Nem, Ákos, én meg kifejezetten kedvelem. Teniszezik is, játszom is vele, bírom is, jobban is vagyunk. Ákos, hogy gyere, Intit én nem annyira ismerem. Szépen ívott régen, arra emlékszem. Buli repcsin voltunk, meg egy-két helyen. Hát azért voltak kalandok. Ő kongás. De jó srác az Inti is. Így van. Na. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóink. Tényleg mi a helyzet az utakon? Budai alsó rakpartot és a pesti alsó rakpartot kerüljétek, sok helyen lezárás van, lassú a forgalom a hétvégi nagy R-rész miatt. M3-as 33-as kavicsnál baleset, rendőrmentő még sehol, mindenki menjen óvatosan, busz és 3 autó ütközött, úgyhogy ott is nagy dugóra kell számítani. Jancsi elküldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Tokajban a színháznál a Bodrog keresztúr felé 30-as tábla és 3 lábú Mártika küldte nekünk, valamint baleset történt 7:35-kor Gödöllő és Bak között a 3-as autópályán Miskolc irányában Leo és Gábor. A körtéren sárgán villognak a lámpák, a gyalogos lámpák még sötétek, mindenki figyeljen, Szala üzeni nekünk, Pápának külső Győri úton van egy új trafi, mindenkit fotóznak, és a 86-os úton Csornánál kamion traktor baleset alakul, a torlódás Kenyeres küldte nekünk. Köszönjük szépen. Több dolog is eszembe jutott. Az egyik mi? Egy, hogy megérettem meg. Nem. Hogy gyerekek, nagy a baj. Mivel?
Nem, a Telenorral kapcsolatban, ugye tegnap beszéltünk róla, és ígértük reggel 6-kor, hogy beszélünk. Igen. Mert hogy mondtam, hogy én pénteken 16 óra 51-kor kaptam a szolgáltatómtól egy SMS-t, hogy legyek szíves jelezni, ugye, ha nekem nem tetszik az, hogy ők szeretnének árat emelni. És sokat beszéltünk arról, hogy tudod jelezni, jeleztük így verbálisan, hogy nem. És kiderült, hogy tegnap ők kiadtak egy közleményt, és szerintem a korrektség kedvéért ezt is érdemes elmondani, ha már azért nem ekésztük őket, igazából nem bántottuk őket, hanem tényekről beszéltünk, nem túl korrekt pénteken elküldeni egy üzenetet, utána senki nem elérhető, majd szerdától árat emelni. De vannak még jó dolgok ebben az országban, és történnek jó dolgok, mert hogy megváltoztatták az időpontját annak, vagyis kitolták egészen pontosan, tehát ha te július 1-i esélyig, vagyis a mai napig nem érted el az ügyfélszolgálatot, vagy nem tudtál bemenni, akkor július 1-e után is lehetőséget ad ezen szolgáltató arra, hogy kifejezd a nem tetszésedet, és elmondd, hogy nem szeretnéd, hogy árat emeljenek neked. Mennyi időd van? Azt nem tudom pontosan, mindjárt megnézem, de az biztos, hogy senkinek nem kell a mobilos szerződés módosítási ajánlatot most gyorsan átnéznie, vagy kellett tegnap évfélig, mert hogy lehetőséged van arra, hogy még július 1-e után is bemenjél. Jó? Úgyhogy ez mindenképpen jó. Ez nagyon jó. Váratlanul érte őket a hatalmas érdeklődés, és hát azt mondják, hogy lehet menni még. Bár bevezették az egyszerűsített ugye, ügyintézést, mégis azonban lehet menni. És várják az érdeklődőket. Ez mindenképpen jó hír. Az biztos tudnom kéne, de majd is segítetek, hogy egyébként mi értelme volt így ennek az egésznek. Ha azt lehet mondani rá, hogy nem kérem az emelést. Hát, meg hogy két oldalonnak kell lenni. Tehát olyan korábban volt tehát egy ügy, amikor egy picit ilyen egyoldalúan történtek meg a dolgok, és akkor annak komoly következményei lettek, ott egy elég súlyos büntetés is kapott némelyik szolgáltató, és most ugye két oldalonnak kell lenni, tehát neki értesítenie kell erről mindenképpen ugye a kedves ügyfeleket, és akkor majd az ügyfelek eldöntik, hogy vagy maradnak, vagy nem. Hát ugye kétféle variáció van, hogy van egy ügységnyilatkozatod, és azt ugye nem tudod felbontani, tehát hogy akkor mondjuk nem mehetsz át egy másik szolgáltatóhoz, de akkor szerintem ott hasonló csomagot választhatsz. De ha nem kérem az emelést, akkor engem kirúgnak a Telenortól? Ha tiltakozol, akkor nem emelnek, csak akkor, amikor lejár mondjuk a hűségnyilatkozatod, mondjuk 2015 decemberében, ha pedig nem nyilatkozol, akkor automatikusan emelkedik 600 forinttal, 800 forinttal. És az NMHH ugye azt mondta, hogy egyoldalúan ők ezt nem változtathatják, tehát ez a dolog két oldalú legyen, ezért legalább szólni kell neked arról, hogy emelkedik a díj. Erről tegnap beszéltünk, és van fönt a mi oldalunkon, így a morningshow.hu-n egy nagyon hosszú levél, amit mi az NMHH-tól kaptunk, és ott érdemes elolvasni, mert abból kiderül, hogy aki nem tud bemenni, az ne aggódjon, levélben is szólhat, ha nem akar magasabb mobilszámlát, vagyis tulajdonképpen a leterheltség miatt, ha te küldesz egy levelet, és itt pontosan le van írva, hogy milyen lehetőségeid van erre, vagy milyen lehetőségeid vannak, hány napod van erre, levélben is jelezheted, hogy te nem szeretnéd, hogy emelkedjen a mobilszámlán, de az mindenképpen korrekt a szolgáltatótól, és azért azt is tegyük hozzá, hogy azt mondták, hogy oké, sokan vannak. Én nem tudom, mire számítottak, nyilván várható volt, hogy sokan lesznek egyébként, 600-800 forint is havonta, rengeteg embernek sok pénz jelent. Meghosszabbították a nyitvatartást, és július 1-i határidőt kitolták. A rugalmasság az mindenképpen dicséretes, és akkor, ahogy Balázs is mondta, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatalos állásfoglalását az ügyel kapcsolatban megnézhetitek a honlapunkon, ugye www.morningshow.hu, és a tegnapi adásnak a felvétele alá van ez belinkelve. Bizonyám. Úgyhogy nézzétek meg. Jó? De az szerintem mindenképpen jó, ha egy szolgáltató jelzi azt, hogy ügyfélcentrikus, és látja a rohamot, megérti, és azt mondja, hogy rendben, gyerekek, akkor változtatunk. Szerintem nekünk is ezért kell ilyen dolgokról. De a válaszot továbbra is? Tessék? Már jeleztem. De már is visszajeleztek, hogy elfogadják? Fölhívott valaki? A válaszom továbbra is egy nagyon határozott nem járulok hozzá, ahogy tegnap mondtam. Nem, elküldtek a hallgatók egy másik számot, hogy ne a 12-20-at hívjam, hanem van egy 20 2 6 darab 0. Ugyanúgy az ügyfélszolgálat. És ott az angolul kérő emberkét nyomod, akkor pillanatokon belül. Új, de jókos. Hát persze, hát azt kevesebben hívják. Ha English operátorra van szükséged, akkor nyom meg Press X. Bali nyomott egy Press X-et, felvették, majd mondtam, hogy no, please no.
No, please. Just Hungarian. És hirtelen kapcsoltak egy magyar kezelőt, és pillanatok alatt tudtak tiltak ott nagyon erősen. Egyébként. Van több ilyen is egyébként? Tehát, hogy különböző, tehát mit tudom, hívhatok például Norvégot is, meg mit tudom. Az úrdúra nagyon kevesen várakoznak. Na, az jó. Az olaszra is nagyon kevesen, igen, és bocsiul, még kevesebben beszélnek. Ezek jó trükkök. Tegnap a hallgatók kértek, hogy nyomj egy 6-os press X, és azonnal ott vagy. És nem kell sokat várni. Hello, my country, Botswana. Na, úgyhogy nézzetek utána, a honlapunkon pedig olvassátok el az NMA közleményét. Drágák voltak, átküldték nekünk, köszönjük szépen, mi ezt közé tettük, úgyhogy mindenki nyugodjon le, és tényleg mindenki tudja rendezni a telefonszámláját. Figyeljetek, egyébként bármit lehet mondani a magyarra tényleg. Hát, hogy állandóan busongunk meg, hogy viselkedünk külföldön, de hogy a legélelmesebb nemzet vagyunk a földön, az is biztos. A jéghátán is. Mondom a puntit. 2-0. Angolul mond, de ne. Azt mondta, hogy nem. Köszönöm, nem. Magyart kérek. És ott vagy. És meg vagy. És bent vagy. Ezt egy hallgató elküldte, 10 óra 1 perckor tiltakoztam, hogy nem. És olyan simán jutottam el a kezelőjét. Óriási. Zseniális. Te olyan, hogy csak angolul. Nem mondta, hogy csak angolul. Ne, leírni. 2-es, 6-os, 0, 4-es operátor, 6-os gomb, 0, ott vagy. Jó napot kívánok. Mivel segítetek? Hát mondom. Óriási. Ez egy trójai falu. Zseni. Igen. Na. Azt mondja, hogy ugye, biztos sokan olvastok bulvárlapot is, és lehet hallani éppen a bulvárlapokban is olvasgatni, hogy kik harcolnak éppen kivel, és ugye most egy nagyon komoly cicaharc van, mert hogy Bálint Antóni és Sarka Kata azt a mindenségét neki, nekünk ők csak témaindítók, arról beszélgetnek és üzengetnek egymásnak, hogy ki átkozott meg kit, mert hogy most egy nagy cicaharc van kettő között, a két celeb ugye régóta acsarkodik egymásra, Hajdú Péter jelenlegi felesége Kata, akiként egy halálnormális csaj, kedveljük, cuki, aranyos, tehát Ali Frézser, Josif, Adolf, hát csak a legnagyobbak, mi? Igen. Szóval Katát kedveljük, cuki csaj, és ugye Bálint Antóni a Hajdú exe, álnéven irogat az egyikőjük a másiknak, hozzászól a profiljához. Hát leginkább Toncsi Katának. Toncsi Katának állítólag, de nem tudjuk, hogy ebből mi az igazság. Antónia nyilván ezt tagadja, és hát azt mondják, hogy lehet, hogy itt valaki megátkozott valakit. A fekete mágia is van, itt tartozik. Ez már mindennek az alja. Már valaki megátkozott valakit. És állítólagosan van egy módszer, ami arról szól, hogy te meg tudod nézni, hogy téged megátkoztak-e. Saját kezűleg, nem kell hozzá mester. Hogy csak így leülsz valahova, igen, és akkor megnézed? Hát vagy, hát attól függ, hogy kiről van szó, mert ha őről van szó, akkor nyilván itt még Kata állt a fürdőszoba tükör előtt, így néztem, és elkezdett törni a hajam vége. Jaj! Ha megátkozott ez a rohadék. Még ha nem is a rajtam van a rontás. Igen. Állítólag, ha van tojásod, akkor... Aha, ha van. Kiderinthető. Tessék? Hát azokat ne törjük fel. Ha hallod, de azért, hogy... Nem, a Péteréről van szó, nem az enyémről. Ja. És van egy kis kávézacod, akkor Frabato el tudja mondani, hogy téged megátkoztak-e vagy sem. Miért éreztem úgy, hogy fel fog merülni Frabatónak a neve? Mert ő korrekt, mert ne haragudjál, bármikor fölhívtuk, mindig segített, emlékezzetek vissza, rontás, rátétel, levétel. Vízgáz, igen. Mindenben tud segíteni. Tojás és kávézac. Tojás és kávézac. Tehát gyakorlatilag minden magyar háztartásban meg tudjuk nézni. Hát ez mindenhol van, mindenhol van. Hát tojás és kávézac. Hát. És le is tudod venni ezzel? Vagy csak ez azt mondja meg a tojás? Nem, mert, hogy van-e rajta. Hogy van. Van, és hogyha van, akkor menjél el a Frabátóhoz és vetesd le. Ugye? Na ezt igen. Már nem ajánljuk senkinek, illetve hát mindenki menjen, mindenhol tudod levetetni csak egy hely. Nyilván. Kit nézzünk? Magunkat nézzük, hát, vagy hát Katáikat nézzük. A magadra tudsz csak nézni. Nem, állítólag bárkiét meg tudod nézni. De mi mondtál, hogy meg tudjuk nézni, hogy most Kata rakott-e Bálint Antóniára, vagy Antónia rakott-e Katára rontás, mert a két csaj nem kedveli egymást. És ennek mi most Hadas Kriszta és Máté Krisztina oknyomozó riporteri hozzáállással tudjuk megnézni, hogy kin van az átok. Várjál, akkor, de ehhez kell fotó? Megnézzük, hogy Antónia rakott-e Katára. Mert akkor, fia, akkor javaslom, fotó? Akkor legyen, nem, hát róluk egy-egy fotó.
hát a kávézat meg a tojás mellé, hogy azért be tudja azonosítani, hogy az a nem tudom, az a másik, az a igen, az remény. Reménykedsz, hogy végre legálisan tudsz sarkakat a fotókat nézegetni? Vagy ja, mi nem kell hozzá fotókat? Illegálisan is nézegetek. Csak akkor javasoltam volna, mert akkor mit tudom én, legyen mondjuk a Toncsitól mondjuk abból a sorozatból válaszolunk, amit az egykori producer barátja készített róla, a tengerparton egy közös nyaralás során szerintem az volt a legjobb. Egy kicsit megvannak a képei. A Katáról meg legyenek azok az állítólag véletlenül előkerülő fotók, amiket a Péter készített róla egy tengerparti nyaraláson. Jó, dobjuk be ezeket. Antoni azt mondja, hogy ő egyébként nem járt Frabátónál, és nem járt Jósnál, tehát ő nem rakott rontást Katára. De ez az állítás, hogy rakott. Ugye? Aha. És ezt kéne kideríteni. De ez nem lehet autodidakta módon, hogy beírta. A Google-ba, ha? Rontás, szerelmi rontás. Azt mondja, hogy ő Enter. Csak... Enter. És akkor kidobta neki valahol. Hajszálat. Igen, és belopakodott a hajdújékhoz, és kitépett Katából két hajszálat. Vagy nem lehet, egy hogy mit tudom én. Kevért. Vagy sokat néztem mondjuk a Trónok harcát, és mondjuk egy vérmágiát alkalmazott mondjuk a Kata ellen, hogy itt mondjuk aludtak és álmában egy mitről kirándulás után belopózott, mármint a Katáig volt a kirándulás, hogy ki tekert belőle egy, hogy hívják, ott egy félig életképes kullancsot, ami benne volt a Katának a vére, és beledobta. Elégett egy öngyújtó lángjánál, vagy ilyesmi? De ez lehet, hogy ez megtörtént, nem tudom. Minden esetre az biztos, hogy Antónia járt Jósnál, de ő azt mondja, hogy nem kért rontást, és nem kért átkot senkire. Aha. Csak egy képsorozat miatt találkozott Frabátóval. És mondd el! Egy közös képs. Azt nem tudom, hogy milyen képsorozat miatt, de hogy egy fotózás miatt találkozott Frabátóval, ő ott nem kért rontást Katára. De van tojásunk és van zaccunk. Nagyon jó. Akkor nézzünk rá. Mondd el nekem, Jós, mondd el, legyél őszinte. Nem lesz Jós, még tojás. Saját műsorom a Viaszat 6-on. Na. Zavaros a kép, zavaros, nem látok tisztán. Opálos a sárgája. Hoppá, nem, sajnos azt is Horváth Éva viszi. Igen, mindenkire arra gudni fog a Toncsi. Itt a Frabátó, jó reggel Frabátó, hello! Szervusztok, Béka, Vese, Varjusztem, jó reggelt mindenkinek. A legnagyobb. Tudtad, hogy hívni fogunk, mi érezted? Hát valahogy így keltem ma reggel fel. Járt nálad az Antónia? Volt, nem egyszer, nem kérte, de minden kételyt szeretnék elosztani, rontást nem kért senkire. Tehát volt nálam, beszélgettünk pár dolog, egy újság hozta, de ilyen, hogy rontás, ilyenek nem. De amit kevertetek, és nagyon-nagyon jók vagytok abban, hogy mesztelen képet kell rakni igazából a tojás mellé. Ez nagyon jó, burkoltátok, de nagyon jó. Igazából személy szerint a tojást és a kávézatot kevertétek, mert a kettő együtt az nem működik. Aha, a legegyszerűbb, ha esetleg van nálatok tojás, akkor mindenki ráírja a saját nevét a nyers tojásra a héjára. Ha ezt kéne várni egy órát, de nincs időtök rá, esetekben az nem számít. Szóval ráírod a nevedet, utána föltöröd. Ha az a tojás megzápul vagy megromlik, akkor rontás van rajtad. Ha nem, akkor igazából mentes vagy ezektől a dolgoktól. Döbbenet, hogy ezt még valaki benyaljam, de nekem nagyon ez tetszik. Ez működik. Személy szerint sokkal egyszerűbb, mondok egy jobbat a hallgatóknak, ma telehold van, illetve holnap reggel lesz 4 óra 20 perckor, de ha ma este egy tojást, egy nyers tojást raksz az ágyad alá, és úgymond csúnyán fogalmazok, szextet előszakolsz ki az a párodtól, miközben a tojás ott van az a ágy alatt, és másnap ezt a tojást bedobod egy folyóvízbe, akkor úgymond a következő egy hónapban a szexuális élete csak felét fog irányulni. Nem tud másfele elmenni, nem tud elmenni egy másik kicsit sok összetevős a dolog. Tehát ha tojást rakok az ágy alá, és másnap folyóba dobom, akkor az asszony csak velem szexel. Aha, de szexelnetek kell. Minden szex az kell hozzá. Aha. Szex az kell hozzá. Tehát hogy szexelnem kell az asszonyjal. Így van. Tojással az ágy alá. Tudom, valakit már dobja is a dolgot. Hát, annyit nem én. Ez sok már van ebben tojás is, ágy alá is menjek, a folyóba is vigyem azt a tojást, hát ne csinálj. Engem itt nem ér az egész, de valakinek ér. Hogy tudom megnézni, hogy most van-e katárontás? Itt van nálam egy tojás. Ráírjam a tojásra, hogy Kata. Ráírod a nevét. Igen. Elég, ha ráírod a nevét. De ez Kata nagykorú. Rendesen rá kell. Valami tollal szimbolikusra ráírod. Igen.
Melyik kéne rakni a fényképet, teljesen mindegy, hogy miért, tetszés szerint lehet választani, lehet olyat is, amiben lengyel van öltözve. Ki kell nyomtatni, vagy elég mondjuk egy telefonon behívni a képet, az internet segítségével? Mindenféleképpen ki kéne nyomtatni. Az a következő, sétálják el a Dunához. Nem, az egy másik sztori, az a Petike sztoria, tehát egy másik sztori, az az nem a tiétek. Igen, és utána? És utána felbontod a tojást, ha ez úgy megromlott, hogy zárt tojás, akkor nagyon komoly rontás van rajta, ha nem, akkor igazából mentesettel a dologtól. Aha. Akkor nincs rajta rontás. És figyelj, hogyha esetleg mondjuk ezt lerövidítem ezt az ügyet, és mondjuk megnézem a tojáson a bélyegzőt, hogy meddig jó. Friss. Van egy ilyen, egyébként nagyon komoly, most kitalálták már, applikáció. Tehát igazából veszélyes, telefonon kapsz egy SMS-t valakitől, amiben egy megfelelő szöveg van elrejtve, mit tudom, szeretlek téged, drágám, de úgy van számmisztikai összetévőben az S betű, most mondtam valami, akkor igazából egy szellemi rontást kapsz. Ez már működik. Tehát ez a New Age. De le tudod venni azt is, ugye? Egy másik applikációval. Hát az csak én. Ki más? Isten, ekkora piáros vagy te, Jézus, atya úristen. Egy másik módszer, amit még meg tudnak otthon csinálni, ami most már megint annyira nem, ez a kávézac, amire már utaltatok. Most már ugye ez a kapszulás kávé van, tehát ez nem mindig jó, de a régi, amikor megfőztük a kávét, és maradt az adsz belőle. Ha ezt hagyod megszáradni, tehát ez a nedvesség elmúlik vörösen, ilyen sivatagi homok szerint működik, akkor szépen fölülről egyfolytában elkezded lefolyatni a kávézatot. Ha piramis mintát ölt magára, akkor nincs rajta rontás, ha középen egy kráter marad belőle, akkor rontás van rajtad. De érdekes a kráter. És olyankor az, amit mit tudsz csinálni? Te hogy tudjuk levenni otthon, ha a piramisom az lyukas? Nagyon egyszerű, az a baj, hogy mindig váranat kell, tehát nem tud egyből levenni. Következő nap, amikor megcsinálod a kávézacot, akkor igazából a saját fényképedet, vagy régen ez nem volt szokás, nem volt fénykép, a saját személyes dolgodat, akár a hajszálodat, valamit a kávézac alá raksz, utána öntöd rá, és ezzel az ellentétes energiát indítod, megbontod ezt a negatív energiát. Az eszem megáll, hogy tényleg, hogy holjál már. Hogy ezt még valaki benyalja. Hallod? De egyébként várjál, figyelj, hát most nagyon a trónok harcának ugye vége, én is imádom, de van a másik. Nem keveset merítesz belőle nyilván, tehát azért nekem ez egy jó, hogy hadszéria neked az ott alapanyag, de minden részt kielemzel, beszerzed a kellékeket, és azért abból te azért évekre megvagy. Egyébként igaz, de akartam mondani egy másikat, a londoni rém történetek az megvan? Persze, Pennydre szól. Na, abból merítek. Mert abban vannak nagyon jó részek. Az nagyon jó. Nekem vannak olyan részek, ami hát van, aki a felnőtt filmekbe tud a részeket kinagyítja, és mit tudom, nekem ez van meglementve, és akkor visszanézem, és megnézem újra és újra. Figyelj. Hány tollas a bagoly? Figyelj, és most csak így tényleg így köztünk szóval, nem járt nálad véletlenül Kovács Lázár vagy Benke Laci bácsi? Nem kértek valakire rántást? Hát elmondom neked, hogy a Benke az volt. Rántást kért? Igen, rántást, és a Lázár ügyben nem szeretnék belemenni, mert ott egy másik ja, volt nálam, ja. És ebből volt egy kis probléma. Igen. Na most hát ott ugye ott egy ex-barát. Ja, ott volt, igen. Igen. Na most, ha kipróbáljuk a tojást, ugye a sarkakat, a tojását föltöri a Balázs, és hogyha nem záp, tehát nincs rajta rontás, akkor abból teljesen tiszta. Lehet rántottát csinálni? Abból lehet rántottát, de akkor működik jól az egész, és akkor nincs a műsoron rontás, ha Feri, te ezt így nyersen megeszed. Jó. Az jó, olyan kis Stallone-sen, Rocky-sen. Sok sztár jár egyébként hozzád, Frabátó? Igen. De 8 általánoson felül is? Igen, alatta inkább, tehát általánosból azért kevesen, de hogy valaki, azért ezeket begyalni, az valami elképesztő, de én mondjuk imádlak, tudod, hogy szeretnék. Tudom, én is imádlak. Szivárványos a képed van? Volt, tegnap előtt valami abszolút volt. Nem, csak kíváncsi, hogy nyilván neveket nem mondhatsz, csak hogy azért ezt még emberek benyalják. Én döbbenetes, hogy ez hogy ömlik belőled. Ezek a dolgok, ez a tojásos, meg amit tudom, ezek létező régi ilyen commerce dolgok. De egyébként sokat mondok, ez a tudatos gondolkozás, a pozitív gondolkozás. Meg lehet-e spékelni bizonyos dolgokkal, és igazából ezért járnak hozzám.
De érdekes. Egyszer én is elmegyek, kipróbálom komolyan, mert első tudom kezdeni, hogy tudom, hogy elmegy hozzád, hogy tudom, hogy derülszak, jól, és akkor így transzbe esed, és akkor már ott vagy egy tájon, ahol buzuki hangja szól, vagy... ahol mindennek a farmered. Élveznéd, mert jó az iroda, koponyák vannak, meg ilyesmi. Voltam már egyszer, és nagyon bejött, mert nagyon metal volt. Én is ilyen transz, meg ilyenek. Tehát ez egy másik stílus. Aha. Én igazából próbálom a misztikumot megtartani, de azért egy kicsit a új korszak fele menni. Hát ebből adódnak bizonyos problémák, de... Nem, ez azért van, mert fél legál szerekre gyúrsz. Igen. Robika írja, hogy hihetetlen ez a frabát, olyan, mint a Kassa Tibi, megél abból, amit csinál, ez hihetetlen. Valami nagyon felúgy csinálja, de valami összedet is. Valamiért ez a dolog mégis működik. Igen. Na jó van, vigyázz magadra, köszi, hogy beszéltünk. Köszi, szia. Ciao, hello. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi volt a legelképesztőbb dolog, amit Jósnál hallottatok. Nyilván még talán azok is elmennek néha, akik ezt csak a legintimebb közegükben vallják be, hogy elmentek, de talán nem túlzás azt állítani, hogy legalább egyszer már mindenkit vagy elcsábítottak, vagy rábeszélték, vagy kipróbálta, vagy egyszerűen csak kíváncsi volt, és elment valami félbolondhoz, és hát hallott ezt azt, amiből nyilván azóta se lett semmi, de a legnagyobb bődületes őrültséget mondták neki. Ugye, ha szerelmi csalódás után, vagy párkapcsolati trauma után azért az ember néha odasodródik. Ő is tudja, hogy nem hisz benne, tudja, hogy valószínűleg hülyeséget hall, de mégis elmegy, mint egy ilyen végső kapaszkodó. Sokan járnak így. Extra profitot jósoltak, de aztán kiderült, hogy pilóta játék. Ti kihez mentetek, hogy nézett ki, milyen interiőr fogadott benneteket, milyen volt az illető, mennyire volt beszámítható, mit mondott, és mi az, ami megvalósult. Jó? Ki milyen elképesztő dolgot hallott már Jósnál? Jövünk az SMS-ekkel nem sokára, a hírek után. 3:49 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Frabatóval. Beszélgettünk a hírek előtt. Én még mindig össze vagyok zavarodva. Olyan hatással van rám mindig, amikor beszélünk vele, annyira egy teljesen más dimenzióba. Döbbenetes, hogy ez hogy ömlik belőle, mintha olvasná. Tehát a teliholdkor tegyél tojást az ágyad alá, tört föl, kapd el az asszonyt, és reménykedj abba, hogy egy hónapig utána kötélnek el, kérdezze valaki, az e-mail indát szeretném, akkor a fényképét tegyem az ágyamra, és úgy tegyem be a tojást az ágy alá. Figyeljetek, én nem mondom, hogy egyébként ebben a műfajban nincsenek jó. Tehát maga az asztrológia, a karma asztrológia, azért itt van nagyon sok hasznos dolog, ami valóban használható, ami azért bizonyos tényekre, csillagmozgásokra alapszik, de számomra ez egy kicsit rejtett dolog. Tehát ez a vegyél két csirkelábat, egy kitömött macskát, vegyél két üveggolyót, egy madzagot, egy mini létrát, tedd a létra alá az üveggolyót, törj föl egy tojást, ebben kevésbé hiszek. Azt, hogy vannak olyan emberek, akik ráéreznek bizonyos dolgokra, tudnak jót mondani, van valamilyen képességük, látnak, éreznek dolgokat, matematikai műveletekkel néznek. Ugye azért nem is szabad ebbe belekeverni az asztrológiát, mert azért az szerintem abban van tudományos alap, és azért az egy elismert dolog. Most ebben valaki hisz, valaki nem. De most itt nem szabad összekeverni a dolgokat, mi csak és kizárólag azon jósokról beszélünk, akikhez tényleg elmentél, kitömött macska fácán volt a szekrének a tetején, kaptál két tojást a kezedbe, egy döglött madarat, táncolnod kellett, énekelni, és közben csigavért szórtak a fejedre, és levették az átkot. De mi ezekről beszélgetünk. Vannak jók, szerintem, ebben a szakmában. Megütögette egy picit a kontakthívás vezetékes kristálygömböt, mert elment a fénye. Igen, levette a szentét, Louis Padre képét megcsókolta, majd elkezdett neked jósolni. Hát amiket látok kereskedelmi tévékben is, hát az eszem megáll, komolyan mondom. De hogy valaki felhívja a Zsuzsát az auralátót, meg Józsit a pszisebészt. Ott a pszímet lett megműtetni? Igen. És akkor érzem a pénzenergiát, és akkor Ilona az asztrál síkon utazó, tudod, olyan nevek, olyan titulusok, és valaki betelefonál, és akkor azt mondja, hogy igen, most érzem a pénzenergiát. Aha, oda. Nézem bele a pénztárcába, van benne 30 forint, ugye, ahogy van? Döbbenetes, hát ott az ember mit lát. Na, és ugye arról beszélgetünk, hogy azt kértük hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi volt az, amikor valami elképesztő dolgot hallottatok, meglepő volt, megdöbbentő, és aztán az egészből nem lett semmi. Nagyon sokan írják egyébként, hogy vannak olyan hallgatóink, akik jót hallottak, és valóban bevált. Ezért mondom, hogy ilyen is van.
De hát szerintem több a kókler. A jósnál a szobába beérve a kezembe nyomott egy preparált macskát, majd megkért... ő itt szirike. Majd megkért, hogy gondoljak a bajaimra, és mondjam el a cicának őket. Miközben ő zümmögött, hogy Már én erről beszélek. A preparált macskának beszmond a problémáidet. Lá, egy 20 000-esért, nem több. Csak egy 20-as, fél óra. Majd a preparált macska megoldja. Azért a szituáció, amikor a kezedbe egy preparált macskával, ami adott esetben egy ilyen falapra van rácsavarozva, nézel az élettelen üvegszemekbe, és akkor mondod, az a bajom, vagy a Józsi már több mint 3 hónapja nem nyújt hozzám. Erősen nézen a szemébe, és mondja neki. És közben kacsingot. Ő pedig egy madár jelmezben körülötted ugrál épp. Igen. És fácánvért tesz a homlokon. Na, mi erről beszélünk. De vannak jó példák, és ez ennyim elképesztő. Öreg alföldi városi kártyajósnő volt, sosem látott, nem volt közös ismerős. 19 éves lány voltam, most 50 év után is döbbenetes, előre mindent megmondott. Ránézett a kártyára, azt mondta, nem közeli utazásra készülök, pár nap múlva elindultam Nyugat-Európába, azt mondta, apukám nagyon beteg, nem otthon fekszik, ez is bejött, minden úgy volt, nem kevés gyerekem lesz, és még egy életre szóló szerelmet is elmondott, és az is úgy lett. Kell lennél több? Tehát, hogy vannak azért. Nagyon jó. Ránézett a kártyára, és azt mondta, ez egy flörshöz még kevés. Igen. Én egy ismerős jogásznő ajánlása alapján jutottam el Frábátóhoz, férjemmel megromlott viszonyunk miatt. A pasi semmit nem kérdezett, rá se nézett a férjem fényképére, azt mondta, a rontás van rajtunk, 60 ér leszel. Nagyon helyes. Mert neki nem kell, de gyerekek, félreértitek. Hát miért kéne nézze a férjed fényképét? A 60 combos azért. A 60 picit nagy erős. Rontás de ha volt. Sikerült és nagy rontás volt, akkor örülünk neki. Ja, de ketten voltak, ez fényként csak egy 30. Az igaz. Igen. Éva küldte nekünk. Nekem egy hókuszpók ezüst szűrőt cserélt valahol a szívemnél. Azért az is nagyon kemény. Ezüst szűrő. Ki kell cserélni önnek az ezüst szűrőjét a szíve körül. Egy kolléganőm dolgozott nála, mint valami segéd valaki, ezért mentem csak el, hogy kicserélje az ezüst szűrőt, 8000 forintba került. Ezüst szűrőt kellett. Hát nem, azt mennyi 8000? 8000 forint. 8000. Az alpaka csak 6. De és megmutatja ilyenkor, hogy mit tesz be? Aha, fog egy látod az ezüst szűrőt? Hát legalább tudjam, hogy cserél mi van egy a szívem szűrőt, körül. Egy pollen szűrőt, egy olaj szűrőt, és aha, a szívednél egy ezüst ott is az van az autó szerelőnél, és utána megmutatja, hogy ezt vette ki. Igen. Nagyon jó. Sokáig nem hittem benne, míg el nem mentem. 10-ből 8 dolog beteljesült, úgyhogy csak a születési dátumot kellett megadni. Olyat is kipróbáltam, aki energia alapján mondott dolgokat, és olyan egészségi dolgot mondott meg, ami 26 évig nem tűnt fel az orvosoknak. Jó, műsor üdv nektek, R. A 8-ból az egyik az volt, hogy nem ad számlát. És be is teljesült. Igen. Bunkok vagytok, halvány fogalmatok sincs, hogy mennyire működik, és igaz dolog az, amiről beszéltek. Egy kedves idős jósnéni azzal kezdte, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyereke, és a ballagására meg fog hívni, ez már 5 éve történt, a férjem kiborult, majdnem elváltunk, minden év nyarán a ballagások környékén frázban vagyok, hogy mikor jön a meghívó. Hát igen. Szerintem ezzel legalább ugyanannyit lehet ártani, ha valakinek persze, valami olyat hát mondasz el, amit egyébként nem tud, és azt mondta, hogy egy éven belül beteg leszel, és az fogalma nincs, dilettáns, és utána egy éven keresztül várod és bevonzod, szóval azért hát, ezzel, nagyon sokat lehet ezzel ártani. Valaki erre fogékony, hogy egy nagyon komoly lelki csomagot ráakasztasz, és adott esetben, mint ebben az esetben, leakasztasz egy komoly összeget, és egy nagyon komoly lelki csomaggal pedig megterheled akár évekre. De voltatok valaha valakinél? Ilyen én voltam Frabátónál. Hát ezt meséltem nektek, egyszer elmentem oda, azért tudtam milyen jó, hogy milyen jól néz ki a kis bűnbarlang, nagyon menő koponyás, és akkor mondta, ez volt azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt, 2 éven belül amerikai utazás. Mondta neked? És munka is. Mondtam, hogy 2 baj van Frabátó, az egyik, hogy nem megyek, tehát hogy így nagyon látszik, de az még hagyjam, mondom, nyelvi korlátaim lesznek az országban. Neked az ott nem kell. De miért nem mentél rá hozzá? Frabátóhoz? Kíváncsi az ember a jövőre. De jó. Úgyhogy ilyen volt, ezeket mondtam. Elmentél Frabátóhoz. Hát a legnagyobbat kellett választani. De várja felé, nem rosszul emlékszem, és nem azt mondta. Számot azért. Nem azt mondta, hogy szívesen. Van jobb. Hogy van, sok, van jó. Sok munkát látok neked, Feri, és nekem pedig ebből egy amerikai utazást. Lehet, hogy ezt mondtad, hogy félreértettem. De a legszebb ez volt az, hogy amerikai meló. Az amerikai út gondolhatott valószínűleg. Úgyhogy ez volt.
És bejött valami? De nem, de hogy jött be, mi jött volna be, hát itt ülök most is, hála Istennek, de nem volt ilyen rántást, nem kellett levenni, vagy jóslást, vagy mi az rontást, úgyhogy ennyi. Érdekelne, hogy azért, tehát milyen téves kódolás alapján jutottál el, mert imádjuk, szeretjük, a azért ott valami mehetsz. Nagy lelki, ott valami csak nagy lelki válság kellett, hogy legyen, hogy te elmentél Frabátóhoz. Nagyon jó, nagyon jó. Mindent megoldott. Hát látom, milyen hosszú nagyja, és gyümölcsöző amerikai utat lett belőle egyébként, igen. Te voltál valahol ilyennél? Nem. Soha. Á, azt mondtad, hogy voltál Frabátóban. Egyszer voltunk forgatni, nagyon bejött a hely. De valahol félrevonultatok azért 10 perc, és mutogattad a tenyeredet. A szenzációs volt, tehát hogy ez nagyon működ. A hely az nekem nagyon tetszik, tehát hogy van tényleg egy óriási hangulat van az egésznek, bemész, és akkor ó, és ez a sötétség, és micsoda hangulat, és micsoda féle, ez is kell hozzá. Nem, csak hátralékom volt, és az elmű lekapcsolt. Hát igen, érdekes dolgokat tapasztal azért az ember. Na játszunk, jó kis hármasugrás, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, szavaztat fiúk! Halló, Tibi! Hello. Jó reggel! Hello. Voltál jósnál, Tibi? Voltam. És? Voltam, volt hozzá szerencsém, még Fehérváron születtem, és ott is nőttem fel, és volt egy nagyon kedves barátom, aki nagyon hitt ebbe, és minden lószarért ment, és próbálkozott a jósnál, és mondtuk neki, hogy ez úgy hülyeség, hogy van, fogadjunk, beöltöztem női ruhába, halálbe ehető volt, beültem a jóssal szembe, aki megjósolta nekem, hogy 3 gyermekem lesz, és hamarosan megismerem a férjemet is, de plusz 10 000 forintért ő megmondja azt is, hogy mi lesz a vezeték neve. Nagyon, ne, és elmondta neked férfiként női ruhában, hogy mikor fogsz szülni? Igen. Mondtam neki, hogy mindketten Nobel-díjat fogunk kapni, és akkor mondtam, hogy hát nekem van olyanom, ami a lányoknak nincs. És levetkőztél előtte? Hát azt azért nem, de azért sikerült így a felső ruházatot levéve bizonyítanom, hogy én tényleg férfi vagyok, tehát azért ahhoz nem kellett így lejjebb vetkőzni, de azért azt az arcot, azt látnotok kellett volna, hogy... És így állt, és így nézett, hogy akkor lehet, hogy most valamit itt elnézett a gömbbe. Nem kicsit. Louis Padre-nak is van ilyen varázsgömbje, nagyon szeretem. Ilyen ezüstszűrőt nem cserélt? Nem, de a gömböt azt nagyon nézte, és nagyon simogatta, és nagyon szép volt, olyan gömbje volt, ilyen kis felhők voltak benne, meg ilyen kis füstök. Ha megráztad esetben, aha, igen. Mondom, hogy ő lát bennem, mert ő spiritista, én spirikoszos vagyok, és nem látok. Aha. Tehát hát szörnyű. Igen. Na jó, van, milyenek a kérdések, János? Vihető. Mehetünk? János mindig ezt mondja. Hát igen, aztán az élet rám cáfol, picit olyan vagyok, mint egy jós. Na figyelj, így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Ki a The Bieber zenekar frontembere? Ez Puskás Peti lesz. Azaz. Tehát ő az. Na menjünk tovább. Egyet még próbálkozzunk. Melyik legendás filmben játszott együtt Claudia Cardinale, Charles Bronson és Peter Fonda? Valami vagy nyugat, talán. Mondjuk azért ki. Vagy nyugat? De... Ilyen vagy nyugat. De... Hát üti már, keresi. Nagyon ütöd. Azt az a tempó. Hát csinált, hát majdnem, volt egyszer egy vadnyugat. Volt egyszer egy vadnyugat. A filmtörténelem egyik legismertebb filmjéről. Így van, a vadnyugat megvolt. Az sokszor elmondtad, igen. Csak kevés. Igen. Volt egyszer egy vadnyugat, hát... Na most mi legyen? Semmi. Ne, úgy értem, hogy igyok még egy kávét. Ja, így? Úgy értetted, mert úgy értem, hogy akkor igen. Hát a vadnyugat az nem filmcím, tehát a volt egyszer egy vadnyugat, igen, ez a filmcímem. Ráadásul bummozni se tudsz, mert hogy a második kérdés után rontottál. Értettem. De köszönjük a játékot. Hát én köszönöm, hogy a sztori jó volt. További kellemes napot nektek. Köszi, Tibi, vigyázz magadra. Hello. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc van, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 4:10 lesz, 4 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szerdán a hét legnehezebb napján itt vagyunk. Ugye? Érzed? Én nagyon. Én mesterséges fényt látok csak 4 napja, úgyhogy nagyon örülök, amikor bejön egy kis természetes fény. Most 8:09-ig vagyunk a színházban, úgyhogy sűrűen a kapok. Viszont aki kint van, nyaral, napozik, vízparton van, annak jó hír, hogy jó idő lesz, sőt, mi több hétvégére már igazi kánikulát mondanak. 30-35 fok, nem lesz szél, napsütés.
Szuper. Szuper idő lesz. És te megint bent leszel egy színházteremben, szombat, vasárnap fogadjunk. Mondja most. Érzem a kárörvendést. Igen, érzem. Ez az empátiát. Irigyek vagyunk. Jó hüvösbe. Igen, igen, és ahogy te ennek tudsz örülni. Miközben a Feri ott ízed a parton, rombáig. Jani megy föl valami várba. Érted, érte, éreztem az aggódást, hogy és te ott leszel a színházban, hogy aggódunk, érted? Nem, egyébként nem leszek. Szombaton nem vagyok. Szombaton szünnep van. Tudom, ez elkeserít, és ez rossz hír, mert szívesen végighallgatátok fel a szombaton, és ott vagyok. Vasárnap vagyok, szerdáig. Megint. Nem magadból indulj ki. Szerdán, szombaton nem vagyok. Megyek egy kicsit napfényre, gyerekek. Muszáj. Jó idő lesz. Állítólag ez most tartós. Kánikula. Sokáig tart. Így. Reméljük legalább 2 hétig. Igen. Na, Henry Fonda, Peter Fonda, mi van? Így van, tök igazából volt egy kis tévedés, ugye a hármasugrásban az volt a kérdés, hogy melyik filmben játszott együtt Claudia Cardinale, Charles Bronson és Henry Fonda. Tökéletesen igazatok van egyébként, én véletlenül Peter Fondát írtam, mert Peter Fonda Henry Fondának a fia, és természetesen a fater Henry játszott a filmben. Valaki azt írja, hogy... És Jim Fonda pedig Henry unokája. Nem, a lánya. A lánya. Igen? Így van, és valaki azt írja például, hogy volt egyszer egy vagyunk, amiben Harry Finch játszott, és nagyon mérges fejű smiley-t rak mellé. Srácok, tényleg hibázni emberi dolog. Bocsánat, vakon írtam a kérdést, és mellé gépeltem. A fia is egyébként színész volt. Semmi gond nincsen. Nem baj, ha ilyenkor aláírjátok, vagy mit tudom én, egy összekacsintó smiley-et, vagy ilyesmit. Ne feszítsetek rögtön léci keresztre, mert nem írt semmi rosszat. Legalábbis, aki itt van. Ő nem bántott most téged, aztán Harry Fonda volt a főszereplő. Nem bántott, vagy nem írt rosszat, vagy van, aki szemét kerít? Na persze, van, aki ilyen, hogy hívják, hogy ilyen mérgelődő. Tiltó listára vele. Ja, nem, csak tényleg emberből vagyok én is, előfordul. Bocsánat, tényleg. Néha hülyeségeket mondok, sőt, elég sokszor, de el van. Vagyunk ezzel így mi is, sőt. Ma van a Slash koncert? Bizony, ma kezdődik, azzal kezdődik, ugye volt, illetve tegnap volt egy nulladik nap, ma jön Slash bácsi és csatolt részei. Nyomnak gánszámokat? Állítok 2. Szoktam. Itt 2 eljátszanak. Elég az abból, hidd el. Elég az. Nem annyira jó az már. Hát meg a gánsz. Ciki már a gánsz szeretné. Szerintem a Slash koncert 80%-a azért, mert hogy legalább az egy van. A legnagyobb butaság, mert Slash szóló album viszont nagyon jó. Nagyon jó, csak akik Slash-re mennek, azok azért mind valaha gánszra jogok voltak. De nem lesz, de nem? A Slash egyedül nem lesz gánsz, mint ahogy hívják azt a csikos. Még a Miles Kennedynek van a leginkább Axel hangja egyébként. De nem szerintem. Kell, hogy az Axelnek van. Axel hangja énekeljen ő úgy, hogy ott a Slash, ez ugye nem valósul. Meg voltam Slash koncerten, ott azért a legnagyobb bőnénk, és mégis a gánsz dalok. Tart nyomott az Appetite albumról, és ott szétszették a házat. A többinél is, szólónál is, ott mindenki sörözgethet, de amikor Guns dal volt, akkor viszont Dörjön is volt. Tehát, hogy nem lesz az soha, persze. De kicsit mindenki titkol, szerintem vár egy-egy Guns dalt, nem? Ha Slash-re mész. Persze. Jó a Miles Kennedy is, meg jó, amit csinálnak. Tehát az a 3 Slash album, ami a legutóbb megjelent, mind a 3 slágergyűjtemény, elképesztően jó nóták vannak rajta. Tényleg nagyon jók. Nagyon jók. De mégsem lett egyik se akkora sláger azért. Nem. Hát ez mondjuk azért nem is azokat az időket éljük már, tehát a számokat nem annyira játszák a rádiók, meg hát azért... Az Axelnál nagyon jól tudjuk, hogy az egész már csak a pénzről szól. Tehát, hogy azért oké, persze, elénekli, ő énekli, stb., de kimész, és az az érzésed, hogy, illetve nem az az érzésed, tudod, hogy ez semmi más, csak egy pénzszivattyú. Ott már nincsen tűz, ott már nincsen hit, ott már nincsen, hogy tudod nagyon jól. Meg, én hát, voltam 3 Guns koncerten, amikor már csak Axel volt, meg talán hát már ugye Slash, meg nem. Figyelj, élvezed a fiatalságot, kimész, voltak itt az arénában, és 3 órát kellett rájuk várni. 9-re volt kiró, Axel 3-12, hogy föltárt torgott. A fipar, a fél aréna elment, a nagyon masszív rajongók megvárták, de aztán azért nyomtak egy jó 2 órát. Nem éreztem, hogy annyira. Biztos nyilván a pénzről szól. Hát mi másról? De hát de most akkor honnan tudjuk, hogy nála igen, másnál nem? Tehát, hogy akkor a Rolling Stones-nál, az AC/DC-nél, azon kívül ők nem várakoztatják meg a közönséget, azért a zene szeretete, meg a rajongók szeretete szerintem nem biztos, hogy csak a pénzről szól. Hát ő ebből él, ez az életműve nyomja. A Slash-nél például onnan tudhatod, hogy nem csak a pénzről szól, vagy nem elsősorban a pénzről szól, hogy ugye a Slash Snake Pit-tel is, meg ugye a különböző vendégmuzsikálások révén is, meg ugye a Slash projekt révén is rengeteg lemezben benne volt, rengeteg dalt kiadott, rengeteg produktumot letett az asztalra, azóta is, hogy ugye kikerült a Guns-ból. Ehhez képest meg ugye Axel?
Hát igen, de Axl tartotta meg a Guns brandet. Neki volt egy választás. A Slash azért majdnem, mint egy ilyen session zenész, Michael Jackson albumokon dolgozott, mindenkihez betársult, rengeteg zenésszel nyomott egy-egy dalt, a Fergie-vel, vagy Fergie, vagy nem tudom mi a csajnak a neve. Tehát ő azért inkább így jött-ment, mint önálló brand Slash, ugye? De zenekara nem nagyon hát volt. Pont az, hát pont aztán volt a Slash, igen, meg a Velvet Revolver, amiben benne volt. De amit te említesz, az pont egy albumnak a része, ahol ugye különböző vendégénekesek az vannak. Az is egy jó album, igen. Úgyhogy, tehát az Axl is csinálhatott volna mást, ő azt választotta, hogy szépen a romokon el énekelget, megvárakoztatja a közönséget. Az milyen? Hát az szörnyű. Hogy hívják be az oxigén sátorba, az kész, ennyi. Két-két és fél három óra minimum. Hogy nem, hogy ez miért jó, igen, vagy az kinek jó. Meg szerintem nincs akkor a sztár, aki ezt megteheti. Vagy legalábbis nem korrekt. Ezt nagyon nem csinálja senki egyébként, igen. Mert nagyon jó gitáros a DJ Asba, de azért a Chinese albumon, ugye a legutóbbi Guns N' Roses-on azért érződött, hogy hiányzik valami, pontosabban valaki, igen. Egy igazi dalszerző, Slash. Hát ott nem lesz már olyan, mint amikor ők ketten együtt voltak. Igen, de lesz még majd ilyen, abban biztos vagyok, hogy lesz még majd egy nagy összeborulás. Hát amennyire ők most utálják egymást, illetve pontosabban amennyire Axl utálja Slash, lehet, hogy anyagi okokból talán ők még összeállnak, de ott nagy utálat van. Tehát amikor Slash nem tud elmenni Guns koncertre, meg kivezetik, azért az elég kemény. Azért a Lettermannál mesélte ezt a sztorit, az nagyon vicces volt. Én amerikai talkshowban, hogy kérdezte, hogy ő egyébként menne Guns koncertre. És mondta, hogy persze, nagyon szívesen, nem csak a múltkor is megpróbált egyre elmenni, az Axl kiszólt, hogy és kivezette. Ez a rock and roll. Tíz évet zenéltük, itt vezessétek ki, addig nem megyek színpadra. És állt a Slash egy üveg sörrel a kezéhez, hogy próbált vegyülni, csak megnézte volna a Guns-t valahol, mit tudom, ilyen 2006-ban, nem tudom, Torontóban. És az Axl-ök leadták a drótot, hogy ott van a Slash, nem kiszúrta a színpadot. Jó, ez is tipikus. És mondta az Axl, hogy jó, rendben van, addig nem megyek föl a színpadra, amíg a Slash el nem megy innen. És állt a Slash, és elmondta, hogy hát akkor kivezették. Pedig ő nem akart rendbontást, meg semmit, mert az Axl attól félt, hogy ott meg lesz valami kis affér, hogy dobálózik. És ő mondta, hogy nem, csak megnézte volna, megfúzva magát a sarokban, hogy milyen az új formáció, amikor kijött az új albuma, a Csányi. Mondta az Axl, hogy nem, addig nem megyek színpadra, amíg itt van a Slash. Ez Axl rossz, mert olyan, hogy soha nem kísér egy Metallica koncertről. Mert hogy érted, a volt zenekarokat elmennek és megnézik. Ilyen nem történik. Ők nagyon utálják egymást. Illetve pontosabban Axl van nagyon berágva a Slash-re. Szerintem a Slash miatt ez a dolog működhetne. Bár ő is kiköti interjúba, hogy Gunsról ne nagyon kérdezze. Aha. Nyilván ő is herótot kap már tőle, hogy most... Igen. Amiről viszont lemaradtál, tegnap volt a kedvenc zenekarod, a Heaven Street 7, úgyhogy az már nem... De ők most megint vannak? Ők nem úgy volt, hogy... 20 évesek, mit akarsz? Hát, hogy 25-et is ünnepelni. Vagy 5 év múlva. Sajnálom, ezt köszönöm, hogy említed, ezt nagyon sajnálom. Igen. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Budai alsó rakpart, Pesti alsó rakpart, kerüljetek, nagy a dugó. Mi történt a Budafokin, kérdezi egy hallgatónk, mert hogy lépésben lehet haladni csak a Kampónától, küldjetek el nekünk, jó, hogy tudjunk segíteni egyelőre. Nem jött SMS, úgyhogy nem tudom mondani. Szekszárd M9-es körforgalomnál van egy trafi, Lali Papi küldte nekünk, valamint az 56-os úton Pest felé mérnek, szintén Szekszártól a 2-es körforgalom előtt. Igen, ez ugyanaz. M35-ös 19-es kilométernél Debrecen felé kint van a háromlábú. Vigyázzatok, mindenki menjen lassan, valamint az M7-es autópályán a 131-132-es kilométer között most pakolázták ki a rendőrfiúk a két darab háromlábút, ez pedig kacat küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen. Jó, a Karcsiról beszéltünk, többen kérdezitek, minden órában megemlítettük, kora reggel többet beszéltünk róla. Itt volt nálunk tegnap, igen, hát nem különös ez a dolog, hogy pont a motorozásról beszélgettünk, és utána ez a szerencsétlen dolog történt vele. Elmondtuk, hogy nem tudunk újat, drukkolunk neki, a családnak is kitartást kívánunk, és reméljük, hogy nincs semmi komoly, és nagyon reménykedünk abban, hogy minél előbb fölépül. Nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, emberileg is, a színészi munkásságát is, a szinkró munkáit, és kedveljük, tényleg nagyon drukkolunk neki. Nagyon szeretjük az olyan embereket. Egyébként akár celebekről, akár civil emberekről van szó, akik iróniával tudják kezelni a saját személyiségüket, meg a saját dolgaikat, és tudnak magukon nevetni, együtt nevetni, vagy együtt röhögni velünk, és a Karcsi is ilyen. Igen, hát tegnap ez a művész produkció, édesem, az... amit itt lenyomott ezzel a dupla falu répa szeletelővel, nagyon nevettünk, igen, Hungár Anikótól ellese a legújabb trükköt, amire még Dynamo is felkapta a fejét, és azt mondta, hogy hú, de
Kudeklasz kis trükk, igen, és aztán pont tőlünk ment, forgatott, és ez a dolog történt vele, úgyhogy nagyon drukkolunk neki. Ma fogom megcsinálni a cukkinit egyébként. Amit itt hagyott? amire rápartál tegnap, és elvitted a bűvészkerékeket. Ezért uborkát, a póréhagymát és a cukkinit. Igen. Na, mi pedig terméket tesztelünk, mert hogy egy hallgató elküldte nekünk saját élményből tapasztalva, szerintem, ahol kisgyerek van, ott mindenki átéli azt az élményt, hogy milyen, amikor a kis pici csecsemő fél évesen, egy évesen még nem tud orrot fújni, és hát az orszívó, porszívók gyötrelmes, nem is tudom, hazájába kell ellátogatni, és különböző jobbnál jobb termékeket próbálhatsz ki, de semmivel nem tudod igazán jól leszívni a gyerek orrát, ha nincs nálad igazi porszívó. Most viszont megjelent egy cucc, ami bőrönbe, kézitáskába, szatyorba is belefér, és állítólag úgy szív, mint egy 3000 wattos brutál otthoni porszívó. Akinek van gyereke, tudja, hogy ez egy szörnyű átok. Gyötrelmes, szörnyű, de áldásos is egyben. Áldásos is egyben, mert azért valljuk őszintén, hogy semmi mással nem lehet annyira megkönnyíteni a gyereknek a dolgát. Tehát, hogyha utána kiszívod, akkor a gyerek tud aludni, szabador, akkor megint átjárhatók, így van. Az orrnyílások, úgyhogy nem olyan rossz az. Én soha nem felejtem el, amikor végre egy akkora autót kaphatunk kölcsön, még a kettő előtti rádiónkban, amiben a céges autót, amiben így van, befért a 3000 wattos porszívónk hátra a csomagtartóba, és azáltal gyakorlatilag egy nyugodt kis üdülésünk volt, egy jó kis hosszú hétvégénk volt. Én imádtam. Van kézipumpás, nem ér semmit. Ezt már ugye megállapítottuk. Van a saját motoros, a kis motoros, nem ér semmit. Az egyetlen üdvözítő a porszívóra csatlakoztatható. Vagy a búvár szivattyúra. Igen. Ugye ez a dolog azért érdekes, mert ugye ez egy magyar találmány, és csak Magyarországon értik, hogy miért kérsz föl te a szobába, vagy ahol vagy, bárhova mész, rokos, hogy miért kérsz te porszívót, és teszed rá ugye az orszívó porszívót a végére. Ne, a gyerekről, ne! Nem értik máshol ezt külföldön, erről már sokat beszéltünk, hogy miért kínzott te a gyereket. Most az egy hete szabadságot külföldön töltöttük, és ugye hát jött velünk Noel is, egy napos harc volt, mire megértették, hogy nekem nem egy napra, egy órára kell a porszívó a szobában, hanem arra az egy hétre, hát ott már menedzser, szálloda menedzser, igaz, mindenki jött, hogy mit akarok én azon a porszívóval. Sikerül bekérni a porszívót, rácsatlakoztattuk a dolgot. Szerintem a szomszédba minden nap új ember költözött, mert csak azt hallotta, hogy éjjel óránként felbúg a porszívó, mert a Noel belátásodott, majd közvetlenül a porszívó felbúgása után masszív fejhangon történő gyermekvisítás hangja hallatszott át a másik szobából. Külföldiként nem tudod összetenni. Nem, nem. És elképzeltük a szituációt, hogy gondolkodik, hogy ravasz. Vajon mi lehet? Porszívó, ügyes, gyereksír. Aha, nem rossz, nem rossz. Hogy kínozzák ezt a gyereket? Porszívó csővel veri a gyerekét. És gondold el a külföldit, aki porszívó, éjjel egy óra hang, szívás, üvöltés. És ezt így 4-kor, 6-kor nem szeretett minket valószínű, de hát muszáj volt szívni a gyereknek az óra. Nem látja a gyereket, csak nem másnap látja, akkor égás szemű feleségedet, ránéz, utána rád néz, összerakja a fejbe. Ez állatú beteg állat. De kicsit irigykedve. Lehet, hogy a csávó, aki mellettünk lakott, illetve nem egy ilyen idősebb ilyen orosz hölgy volt, ő vizionált, hogy én ott fekszem, mert rajtam a porciós. Éjjel egykor a gyerek üvölt. Még végig is nézetik a gyerekkel. Ezek az állatok. Mit csináltak ezek? És közben a porszívó fetisiszták. Gyerek hangon sír. De rengeteg helyen voltunk, sehol nem értik. Tehát egyszerűen nem tudják hova tenni, hogy miért nyomsz a gyerek orrába egy kicsit csövet, a másik oldalon a porszívó, és azt gondolják, hogy a nyúlt agyáig szívott ki a gyereknek a taknyot az orrából. Közben nem történik semmi, mint egy kis nyomású dolog, brutálisan jól kiszívja a gyerek orrát. Ha nem felejted el levenni a szívóerőt. Én elsőre azt csináltam. Igen. Hát figyelj, rajta volt. Előtte porszívóztak, két nappal előtte, ami nyilván teljesítményem, mert rá ez a porszívót. Mi jártunk így egyébként, mert tudod, a gyereknek megmutatod, hogy hát nem kell tőle félni, nem fog fájni, figyelj, picim, megmutatom, először a macinak is kiszívjuk az órát, odarakod a porszívót, tudod, bekapcsolod, kakorra van. És a macinak vérezni kezd a fület. Az Afrikot kiszippantja a macinak az órán keresztül a testéből, és ott egy ilyen kis, hogy hívják, érted, egy ilyen lenyúzott maciből, és nem. És odaadok ezek ész, nem teszed. És vége van, hát nem, hát. Ha igen, tud durva lenni, de ez egy jó találmány, magyar találmány. Maci nem biztos, hogy jó megnézni, ne, mert a gyerek látja, hogy mi történik. Ráadásul nálunk egyébként minden nap elvitték a porszívót, tehát valószínűleg a szomszéd lejelentett, hogy csúnya pervers dolgokat játszunk éjszaka a szobában, szüntessék meg a porszívózást, mert síró gyerekek nézik végig, hogy a feleségemmel szörnyű dolgokat és művelek. És feltöltlenítsék a porzsákot. Szörnyű dolgokat művel ez a magyar házaspár ebben a szállodában. De most
megjött az új termék, gyerekek, itt van, megkaptuk, elküldték nekünk tesztelésre, hogy nézzük meg az új, hordozható, kicsi, apró, kézi porszívóhoz hasonlító, mackó formájú, fülekkel rendelkező, kicsi kis orszívó porszívó. Meg van dizájnolva. Meg van dizájnolva. Úgy néz ki, mintha egy maci lenne, aminek az orrából jön ki egy kb. Egy méter hosszú kis műanyag vezeték. Aha. Műanyag vezeték, ott van a végén az orszívó, porszívó rész, a csövet ugye teszed a gyerek orrába, egy kis cső, és maga olyan, mint egy morzsa porszívó ahhoz hasonlít. Ugye? Igen, két fogantyúja van, az a két fül van, két szeme, de olyan furi izé a porszívó rész. A porszívó része az furi, szerintem lehet, hogy nem is magyar, hanem megpróbálták megnézni magát a magyar találmányt, az eredetit, és ahhoz képest kialakítottak ők egy hasonló ilyen kis szeleppel ellátott kis gyűjtő, gyűjtőtégelyt, így van. Aminek a végén van egy ilyen csőrszerű kis képződmény, azt teszed a gyerek orrába. Mondjuk a macis gyerekbarát kialakítástól függetlenül én azt gondolom, hogy a gyerek miután ezt használták, valószínűleg a macikra már nem úgy fog ránézni. Nem az lesz a kedvencemi. Nem fogja szeretni. Igen. Na, megnézzük, hogy működik-e? Ugye elmondtuk, igen, hogy van a kis kézipumpás esélytelen. Van a kis motoros, aki megvette, szerintem átkozza, nem tudsz vele szívni. Elemes is volt már, azzal se tudsz rendesen orrot szívni. Sok pénzt kiadtál rá, a pokolba kívánod, nem működik. Tehát, ha nem porszívóra teszed, nem az működik. Az semmit nem ér. Na! Hát itt most az a kérdés, hogy ez az új cucc, ebben van-e annyi teljesítmény, mint a porszívóban? Bizony. Te hány wattos? Igen, azt megnéztem, ott van az alján egyébként. Ez egy 300 wattos kis cucc. Hát, kevéske? Nekem kevéskének tűnik, mert mi 3000 wattossal csináltuk. És úgy, hogy nem volt gyerek? Így van. Így van. Nagy boló. Én nagyon bírtam. Igen. Van állítólag, ami csapra szerelhető formátum is, azt nem tudom, hogy az hogy működik. A víznyomással nyilván. Így, hogy megnyomod a vízet. Ja, hogy az befele tolja a vízet. Nem szerencsés. Na! Hát, ki van legjobban megfázva? Nem kell. Én most én lemondanék a lehetőségről, mert most így orsövény felülési műtét után. Hagyjál már két hete leszipantjátok, volt. Leszipantjátok a varatot. Csak mondom egyébként, hogy mindig tápénzen kéne lennem otthon. Az orvos ezen a héten is. Jó, hát azért az már nagyon tápos lenne, hogy most még tápénzen lenne. Már semmi bajod. Belül nyúl a nyálkártyád. Ja, persze. Aha. Hát azért mondom. Akkor hozzátok. Friss nyálkártyát. Most, hogy a professzor úr diagnózis. Vérzik-e? Az a baj, hogy egy pudinggal teszteltük volna, csak én megettem közben itt a beszélgetés közben. Tök jó vagy. Egy karamellás pudingot. De még marad benne. Nem, hogy volt ez Anna csinál tojásfehérjéből műtaknyot. Van egyébként tojásunk, mindenünk van. Akinek nincs gyerek, nem érzi át ezt a problémát. Nem, nem érzi át ezt a problémát. De majd. Rá fogtok jönni. Uh-huh. És állítható ugye az erősség a tetején. Felbúgott a kis szerkezet. Aha, ez eddig nem olyan vészes a hangja. Aha. Ez hívni már jól szó. Ah, légy szíved le onnan. Na. Azt mondja, hogy berakjuk a kis tálkába. Ez most maximum van? Ennyi? Pont ilyen hangja van. Pont ilyen. Te még emlékszel? Hát persze, még viszonylag friss az élmény. Nálunk kérték. És a gyerekek és is. És a gyerekek is, így van, igen. Gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évek legjobb orszívó porszívója, szívja a pudingot. És ami nagyon fontos, kritikus pont szokott lenni, hogy belemegye a csőbe, vagy anyag, nem. De látom, nem ott is van rutin. Van rutin ott is, igen. Tisztítottál egy párat, mi éveken keresztül te is. A legjobbnak tűnik. Teljesen simára szívta a pudingos tálat, és megtartja magában a tartályban. Nem, van, nem megy bele a csőbe. Most azt kell kipróbálni, hogy az a porszívós az gyorsabban szíve. De elég ez. Mutasd. Én szerintem ez jónak tűnik. Tehát... Hát egy, nem tudom, egy erősebb megfázásnál. Ott véleményes a dolog, de az utóbbi évek legjobbja. Ahhoz képest, amit ugye nem porszívóra, rendes porszívóra teszel. Csak így ezt a kézi, korrekt. A pumpás és az elemes az nem szívta. Én nem nagyon hittem benne a 300 wattos teljesítmény alapján, de ez elég meggyőző. Igen. Cupancs fog, csak föl csecsre még, hogy... Legyen bimbora. Tegyem egy kicsi átod, nem, sajnos nem elég erős. Durvább dolgokhoz vagyok szokva ott már. Áramhoz, voltakhoz, csipeszhez. Nekem már egy ilyen kis orszívó-porszívóhoz meg se. Meglepő. Én adom. Adható, igen. Hát most porszívóra ne tegyük rá, mert a porszívót tudjuk, hogy ez jól szív. És hogy én egész jól bírta a gyerekhez képest. Igen. Meg se nyikkant. Szájjal szívtad már, mikor nem volt porszívó? Persze. Volt ilyen, hát, hogy... Hát a muszáj. Emlékszel? Na. Te szívod, anya. Nem te szívod. Ajj, nem, én nem szívod, de szívod. Muszáj. Jó.
Jó, gyerekek, ritkán adunk meg egy terméket, amit küldenek nekünk a hallgatóink, de ez vállalható. Ha nincs más, nem tudod porszívóra tenni, akkor ez megéri a pénzét, már hát nem mondunk, de köszönjük szépen annak, aki elküldte, ez jó. És ami külön előnye a dolognak, hogy ez a kis gyűjtő fej rész, ez sokkal könnyebben tisztítható, mint a nagy klasszikus, aha, hagyományos. Most azt, ha még megcsinálják, hogy mondjuk autóban is lehetne üzemeltetni egy ilyen töltővel, akkor az meg... De jó ötlet, igen, hogy még autóra is rá tud tenni. Mert hogy mész, utazol, mondjuk egy horvátországi nyaralásra, mész, van egy 8 órád, mire csak oda... Csak 12 voltról, ez lejön neked, akkor a teljesítmény. Van már most olyan átalakít, ami 220-at csinál. Igen. Ja, de akkor meg ezt már bele tudod dugni, hülye vagyok. Akkor az nem is kell. Meg is vagyunk. Mert hát körbeért azt tudom. Körbeértél. Elindítottál, és egy pillanat alatt körbeért. És meg is oldottad. Megcáfoltam saját magam. Megcáfoltad, megoldottad. Holnap egyedül vagy velé. Te ezt megoldod. Vitatkozol magaddal, felvetsz dolgokat, megcáfolod, szembe mész magaddal. Érvelsz, ellenérvelsz. És konklúziót levonva megállapítod, hogy mi a megoldás. A hallgatok félúton az SMS-eket, abba hagytál. Megoldottad. Mire küldjük el? A perc alatt megoldottam, igen. Jó, drága hallgatók, ha van termék, láttok reklámot, bármit, amit szeretnétek, hogy leteszteljünk, és úgy gondoljátok, hogy érdemes róla beszélni, vagy nem hisztek a terméknek, nem hisztek az ígéretnek, vagy egyszerűen csak kíváncsiak vagytok, hogy működik-e morningshow@classfm.hu, küldjétek el, mi beszerezzük, megnézzük a reklámot, megveszük, és leteszteljük. Jó? Köszönjük szépen egy hallgatónknak, aki ezt is mint ötletet elküldte nekünk. Pénteken Győrben vagyunk, beszéljünk erről néhány mondatot. Július 3-án a Morning Show kitelepül az üvegstúdióval a Győri Pláza elé, és mindig mondjuk, hogy viszünk nyereményeket, de most tényleg nem túlzás azt állítani, hogy rengeteg nyereményt viszünk 2 millió forint összértékben. Eddig hazudtunk. eddig fórán hazudtunk magunkat. Mindig füllentettünk, természetesen persze, hogy vittünk akkor is bőven, de hát most ez a 2 millió forint összértékű nyeremény, kavalkát, halmaz, nem is tudom még, kontinges, elképesztő, tényleg ezeket ráadásul le is teszteltük. Igen, le is írhatjuk. Le is írhatjuk. Az én bringám. Úgyhogy óriási nyeremény halmaz lesz ott, és hát ugye ott van a főnyeremény, ami nem más, mint egy törökországi út. Egy törökországi utat nyerhet majd valaki. Négyen tudtok menni erre az utazásra, all inclusive csomaggal láttuk el, transferrel, minden benne van, repülőút, repülőjegy. Augusztus végéig kell majd elröpülni. Ez az egyetlen kitétel a dolognak, 2 felnőtt, 2 gyermek, tehát azok jelentkezzenek, akik a családjukat szeretnék elvinni erre az utazásra. Elröptetni a repülővel. Elröptetni a repülővel, így van. De ezen kívül telefont lehet majd nyerni, tévét lehet majd nyerni. Négy ultra giga, nagyon jó bringánk van, az is családi, mikrohullámú fényképezőgép. Tablet. Tablet, tele vagyunk tényleg ajándékokkal. Jó. Ugye egy új csomag őrzőt szeretnénk mi tulajdonképpen letesztelni ezzel. És ez egy új szolgáltatás, mi minden kis fakba, minden rekeszbe teszünk majd ajándékot, kódok alapján, ti pedig tényleg mint egy kvíz műsorban tudtok majd nyitogatni, és a nyitogatás után derül ki, hogy mit nyertetek. Teszünk bele mi is egy-két személyes dolgot, lesznek kevésbé értékes ajándékok, hogy aztán tudjatok cserélgetni, ha valaki olyat húzott, vagy esetleg másikat szeretne nyitni. Persze, annak majd később lesz hatalmas eszmei értéket, tudjatok, mint az Elvis ruháknak a Hádrokáfékban. Majd az én stoppol zoknimat valóban kirakják egy vitrínbe. Hát az biztos. Hozol? Tényleg stoppol zoknit? Hogy ne vinnék? Jó. Mint személyes tárgy hozzá, persze. Mindenféleképpen, persze. Jó. Úgyhogy jó, azt is berakjuk. Nagyon kellemes levendulás illata lesz, megígérem. Igen? Hogy várom? Aha. Hogy várom? Na, szóval, hogy július 3-án ott leszünk Győrben, jó? A Győri Pláza előtt keressetek bennünket. 9:50, pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Egy jó kis kvapsz. Jó kis kvapsz. És a volt. Így van. M0-ás Annagyi pihenő után Diós felé baleset a belső sávban, 2 sáv szabad. Zsoké küldte nekünk. Hello Bello, a Budafoki, a Vágóhíd utcáig be van állva a csatorna építés miatt. 1 sávra szűkítésből kifolyólag. Marcsi, köszi, hogy elküldted. Aztán Kamu, a budai rakparti dugó, 10 perc alatt teljesíthető az Árpád Lágymányos híd távolság. Miki, köszi, hogy elküldted. Csak azt nem írt, hogy hajóval. Igen. Igen. Egy 36 lábas iszint. Hajóval végig a Dunán, igen. A 2-es villamos a Millenáris Kultúrközpont megállónál gázolt, és a mentő már elment a helyszínen, és most kezdődik, ott is van egy kis dugó. Spongya küldte nekünk, valamint trafi van az M35-ösön, Debrecen felé, a Balmazújvárosi lehajtó előtt, ez pedig Petya küldte nekünk. Köszönjük!
Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk ma reggel, mi volt a témánk. Ugye egyrészt megvitattuk kora reggel, hogy mivel tudsz lelépni olyan emberek elől, vagy mivel tudsz eltűnni, hogy hogy tudsz eltűnni, ha valakivel nem akarsz beszélgetni. Ugye mindenkinek van az életében egy olyan kolléga, a házban egy lakó, egy ismerős, ex, régi barát, nem tudom, akivel valamilyen okból kifolyólag nem jó találkozni, és az ember megpróbál valamit kitalálni, hogy ne kelljen vele beszélgetni. Kiderült, hogy mindenkinek van erre valamilyen trükkje, nem? Ki cipőt fűz, ki orrot fúj, ki nem tudom, bujkál. Igen, ez vagyok Jani. Én. Nem, Jani mindent csinál. Jani mindent bevet. Cipőt fűz és telefonál közben. És én vagyok, és ebből is én jöttem ki, úgyhogy én vagyok a mizantróp, aki senkivel nem beszélget és gyűlöli az embereket. Közben Janinak már komplett fedősztória van arra. Nunchaku, terepszínű ruha és minden. Igen. Hát figyelj, te egyszerűen csinálod, de nagyon hatékonyan. És te be nem kifelé, hanem befelé menekülsz. Igen. Én befele. De egyébként jogos, igen, befele menekülök. Szóval erről beszélgettünk ki, hogy menekül el, valamint kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan történeteket, amik ugye arról szóltak, hogy mi történt, amikor Jóshoz mentek, mert hívtuk Frábátot, hogy lehet rontást levenni, vagy honnan tudhatjuk, hogy valaki rontást tett ránk. Frábát hozta a formáját, és abszolút segített. Igen. Megint segített. Nem így fejeztem volna be a mondatot, de akkor én már nem mondom. Igen. A tőle jól megszokott módon össze-vissza beszélt mindenféléről, de őt pontosan ezért szeretjük. Segíteni próbált tojással, ágyjal, kávézatszal. Igen. És hát jöttek hallgatói SMS-ek, ezekből szemezgetünk most újra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra, János dob egy százast, hiába szalad a kis teste, hogy rohan, nézd, hogy fut, nézd, hogy szalad a kis pici, hogy szedi a kis apró lábacskáit, hogy rohan, nézd meg, hogy szalad. Kaptad, mert nekünk csörgeted reggel, így kélyes mosolyjal az arcodon. Százacskát dobjál bele a késésért, így van, gyönyörű, hogy halljuk, hogy csörög a zseton, hogy csörög a kassa. Hop. Én nincs aprom. Nem baj az. Akkor adok, és majd visszaadom, csak legyen benn. Megnézzük. 20, 46, van 75. Még jövök 20-as forrán. Nem kell, köszi, nem. Kérdezi valaki közben, hogy ez a mentalista beszállt a tojás biznisz, megkérdezik a Frabátóra, igen. Bedobtad? Nem, nincsen, de mindenképpen be fogom dobni. Jó, 75 tényleg is. Elengedünk 25. Jó, 75. Hát meg majd hozod a 25. Inkább plusz 75, mint mínusz 100. Dob csak bele. Tudod, ha most nem dobod be, soha nem dobod. Jó, persze. Ez a felírjuk, majd beledobom, ugyan már. Úgy. Nagyon jó. Azt tudjuk, hogy mire gyűjtünk? Nem, minden, csak dobálózunk lelkesen. Büntetjük egymást ezzel a dobálózással szigorúan, de simán benne. Az alakul. 20-30 ezer forint már simán benne van. Simán. És az év végére milyen szép kis összeg lesz majd ebből. És főleg, hogy december 22-én eltűnik majd a persely. Ugye? Tehát az lesz a legszebb, hogy valaki úgy lenyúlja, mint a húzat. És most felajánljuk egy hallgatónknak a holapersejt. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy Morning Show, akkor kap egy szép kis ajándékcsomagot. Na. De hosszú ez a slic. Morning Show. Az bizony. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hogy hívnak, nem írtad alá? Zoltán vagyok. Hello Zoli, hol hallgatsz minket? Kunszentmiklóson. Sokszor próbálkoztál, vagy ez az első SMS-ed, amit írtál? Milyen jellegűen az első. Az első. Azt írtad nekünk, ne bántsátok a jósokat, 30 éve jósolták, hogy 80 ezeret fogok keresni, és lesz egy tűzpiros ladám, már a valóra is vált. Igen. Igen, szerettük ezt az SMS-t. Te vagy a nap hallgatója, gratulálunk. Köszönöm szépen. Örülsz? Igen. Egy szép kis ajándékcsomaggal kedveskednénk neked, hogy írtál nekünk SMS-t. Hát ezt nagyon köszönöm. Jó, küldjük neked. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi. Szellemes volt, amit írtál. Köszi, ciao. Szia. Ciao, sziasztok, hello. Azt azért mondtuk, hogy senki ne vegye magára, aki elment, vagy aki jóslással foglalkozik, hogy még talán ebben a témakörben is találni azért olyanokat, akik vagy ráéreznek valamire, vagy valamilyen képességük van tényleg, és bejön az, amit mondanak. Tehát meg hát mi kifejezetten a betliket kerestük, így tehát van. Hogy azokat a sztorikat vártuk, amikben mondjuk nem igazolódott az, amit a jós megjósolt nektek. Bizonyám. Jól van.
Na, én holnap nem vagyok. Balázs holnap nincs. Oh. Így van. És Jani sem, mert hát megy ez egy hát meg Feri, Feri egyedül nap. Problémát vett fel, meg volt, konklúziót van, zár, elmegy zenére. Magammal. Abszolút. Egyik kézzel kever, a másikkal SMS-eket, és saját magának, amikre aztán beolvas. Így van, és tudok is erre reagálni, hát, hiszen olyat kérdezek, amit ne, természetesen, mi leszünk holnap. Ti lesztek holnap, így van. Mi pedig újra hárman már együtt Győrben leszünk majd. Mm. Pénteken, július 3-án várunk mindenkit szeretettel, jó? A helyszín a Győr Pláza, méghozzá Győr Pláza előtt leszünk egy szép nagy üvegstúdióval, és rengeteg nyereménnyel. Aki 8 órakor jön, ő is be tud még szállni a játékba. Ha valami megmarad, 10 óra után az ott jelenlévők közül azokat kisorsoljuk. Kivéve egyetlen egy ajándékot, a törökországi utat. Ha azt nem sikerül elvinni valakinek pénteken, hétfőn bedobjuk a közösbe. SMS játék. És egy SMS játék keretein belül bárki megnyerheti, aki hallgat bennünket és tud SMS-t küldeni. Az is egy jó megoldás, bizony, ha pénteken nem viszik el a győriek. Az jó lenne, mert akkor az egész ország játszhat érte, mert nyilván Győr, most oda megyünk, legyen ott sok ajándék, de azért egy ilyen nagy fődíjat tök jó lenne, nem országosan eljátszani. Ne is rakjuk be a dobozokba. Megyünk el, mint legyen ez. Jó, úgyhogy holnap Feri, Jani, pénteken pedig Győrbe várunk mindenkit szeretettel a Győr Pláza elé. Gyertek! Csabi még mindig nincs? Ne, hát nincs, rá, most nem tud bővelni, nehogy már bejöjjön el a két napra. Fiam, már nem volt másfél hétig, most hova már. Értem. Szabizik, jól van, megérdemli. Gábor jön a kívánság műsorral 555-55-00. Feriék holnap, mi pedig holnap után újra együtt hárman. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.